Na jó, hát akkor kezdjük. Tisztelt hallgatóság, összes mindenkinek boldog karácsonyt, meg új évet, meg ilyesmiket kívánok. Azt hallottam, hogy most nem lesz felvétel, meg nem lesznek képek. Lesz, akkor még jobb. Viszont a mostani előadás ez megvan cikkben. Valamikor 90-ben a természet virágában megírtam ezt. Itt van ez egy kicsinyített verzió, akkor még el tudtam olvasni az én apró betűket is. Mindesetre odaadtam most a Tepinek fájba, és fölrakja a weblapra. Tehát be van szkennelve az előadásnak a kevés őzéssel megtüzelt változata, tehát ott el lehet olvasni, és az ábrák, amiket itt csak most vázlatosan fogok mutatni, ott számítógéppen megszerkesztve szerepelnek. Mit jelent ez, hogy a lakható világegyetem? Ugye, mint tudjuk, a világunkban ilyen kellemes dolgok vannak, mint a sör. Tehát ez lakható, mint több élvezhető világegyetem. Amikor az ember kozmológiáról beszél, akkor ezt nem szokta figyelembe venni. Tehát mi az, hogy kozmológia, világegyetem fizikája, használjuk a fizikai törvényeket, fizikai állandókat, egyéb ilyen típusú paramétereket, csillagászati megfigyeléseket, azt nem, hogy mi is itt vagyunk. Hát régebben, ugyan kezdeti kozmológiai világképben ez fontos dolog volt, a világ közepén itt a Földön itt az ember, ő képére és hasonlatosságára, és így tovább. Mióta Kopernikusz kirendítette a Földet és az embert a világegyetem központjából, azóta az antropocentrikus világkép egyre inkább hátra vonul. Először csak a nap került középre, mi ott kószálunk körülötte. Aztán a nap csak egy lett a csillagok között. Akkor a tejútrendszernek, az hatalmas halmaznak, sem a közepén van, hanem a széle fele. Aztán a tejútrendszer is már csak egy a 100 milliárd látható galaxis közül. Aztán nem olyan régen az is kiderült, hogy az az anyag, amiből mi vagyunk, az nem a világegyetem fő anyaga, hanem a mellékes 4%-os összetevő. Hogyha léteznek párhuzamos világok, hát akkor azok közül is csak az egyikben vagyunk, szemben óvatosan kérhetik meghunyászkodni, megbújik a sarokba, és hát örül, hogy van. Ezzel szemben valamikor a 70-es évek óta igen érdekes, ilyen antikopernikuszi fordulat kezdődött a kozmológiában. Kiderült, hogy az embernek a létezése az valamilyen értelemben nem is annyira természetes a világegyetemben, és nem ennyire periférikus. Egy csomó olyan dolog derült ki, mindjárt mondom a részleteket, amiből egyesek azt a következtetést vonták le, hogy a világegyetemnek igenis fontos és lényeges tulajdonsága az, hogy van benne élet. Hát az már nem annyira, hogy ember is van benne, de hát ezt már ugye úgy szokták megfogalmazni, hogy antropikus elv, tehát ez egy olyan világ, amelyben létezhet egy ember. Most ezt, ha az ember megpróbálja magyarul mondani, akkor úgy mondhatja, hogy a lakható világegyetem elve, tehát a világegyetemnek egy fontos tulajdonság az, hogy lakható, és akkor ebben benne van az, hogy kicsi zöld, meg nagy kék, meg mindenféle emberkék is léteznek benne nem csak ember, hanem a legáltalánosabb értelembe vett élet. Hogy miért fontos és lényeges tulajdonság ez a világnak, erről lesz most szó, fizikájáról. Utána ebből az emberek mindenféle filozófiai következtetést vontak le ezekből a tényekből. Először természetesen nem akarták elfogadni a tényeket. Amikor egy Brandon Carter nevű amerikai csillagász és kozmológus ezt kiokoskodta, az első cikkét nem akarták elfogadni, meg előadásnak se. Aztán ilyen magánbeszélgedésen tartotta meg az előadást, és abban a kézirat elkezdett terjedni, és amikor már mindenki ismerte, még akkor is megjött. Mindenki ismerte, és mindenki hallott róla, akkor megkérték, hogy ugyan már mondja el, és jelentesse meg egy komolyabb folyóiratba, aztán utána elkezdett terjedni a dolog. És később komoly tudósok csatlakoztak hozzá, aztán persze, mint utólag szokott lenni az ilyen nagy eszméknél, utóbb megtalálták ennek a gondolatnak az erőfutárait itt-ott különböző szerzőknél és különböző cikkekben. És utána aztán valamikor a 80-as évek elejére összeállt egy egységes képi a dolog. 82-ben jelent meg erről egy ismeretterjesztő könyv, Davisnek, akinek magyarul is azóta sok könyve megjelent, a Accidental Universe című könyve. Én ezt azonnyomban lefordítottam, meg is volt a megbeszélés a gondolatkiadóval, aztán nem engedték megjelentetni, mert a tárgymutatóban szerepelt az Úristen. 90-ben megint megpróbálkoztunk, de akkor viszont az volt a baj, hogy a tárgymutatóban túl kevésszer szerepelt az Úristen. Változik a világ, a könyv nem változott. Hát most közben már nyilván már nem érdemes azt a könyvet megjelentetni, az ott egy csomó új tényanyag gyűlt össze. Most már van néhány olyan könyv, ami nem erre a problémára kihegyezve, de erről a témáról szól, majd adott alkalommal emlegetem. Az egyik legfontosabb szerző, aki ismét foglalkozik, az Martin Rees, aki a most a Brit Királyi Csillagász címet viseli, és ő neki több könyve is jelent meg. Magyarul például a Csak 6 szám, meg a Kozmikus otthonunk.
ezek más kódolással, vagy más aspektusból ugyanerről a problematikáról beszélnek. Hát gondoljuk meg, hogy hogy is csinálja a kozmológia, és hogy kerül ebben egyáltalán elő az ember. Tehát tervezzünk univerzumot, és fókuszáljunk egyet. Mi kell ahhoz, hogy az ember univerzumot tervezzen? Hát inputként be kell rakni a fizikai törvényeket, például a kvantumelméletet, relativitás elméleteknek a megfelelő egyenleteit. Aztán ilyen alapállandókat, például, hogy mennyi a tér dimenzióinak a száma, hogy erről már volt szó külön. Vannak olyan alapállandók, amik kitranszformálhatók, hogyha megfelelően választjuk a mértékegységrendszert, ugye szokás szerint ez a fénysebesség, a Planck állandó, meg a gravitációs állandó. Emellett még maradnak további állandók, amik most már dimenziótlanok lesznek. Például az elektron töltése, az 1 per gyök 137, senki se tudja, hogy mennyi, de hát Istenem, mennyi ezt kell betenni az egyenletekbe. Az elektron tömege, meg a proton tömege, meg néhány ilyen alapvető objektumnak a tömege, van még odaírva néhány, vagy nincs odaírva a gyenge kölcsönhatásnak az erősségét mérő állandó. Ugye az el az elektromos töltés is azt méri, hogy a részecske az milyen erősen kapcsolódik a megfelelő mezőhöz, hát van ugyanilyen a gyenge kölcsönhatásnál, meg az erősnél is. Aztán kellene kozmológiai jellegű feltételek, kezdő feltételek, például, amit úgy lehetne mondani, hogy milyen gyorsan robbant az ősrobbanás, mennyire volt izotróp a világ, van-e kozmológiai állandó, meg ilyenek. Mindezt az ember belakja egy számítógépbe, ír hozzá egy programot, lefagy, újból belakja, stb. Aztán végül a számítógép lefut, és ha minden jól megy, akkor kiadja a világegyetem történetét. Tehát például ezeket a függvényeket, hogy hogy változik a világegyetem mérete az időben, ugye ezek a bizonyos Friedmann-görbék, amiknek most már újabb verzió is forgalomban vannak, a hőmérséklet, a különböző típusú részecskéknek a szám aránya, hát az is a világ történetében változott. Például eleinte sok proton volt, meg sok antiproton, most már antiproton nincs, proton még mindig van. A fotonok száma az nőtt, a többieké csökkent, stb. Tehát ilyen típusú történeteket az idő függvényében megad a számítógép. Nagyjából persze kézzel, tehát analitikus módszerekkel is föl lehet vázolni, a pontos számításokhoz nyilván gép kell. És ami fontos, megkapjuk a kialakuló struktúrákat, fajtákat, méreteket, arányokat, eloszlásokat egy tisztességes modellben. És ezeket mindössze lehet hasonlítani az égen látható dolgokkal. Tehát kijön, hogy mikor alakultak ki az atommagok, milyen arányban vannak, hogy erről már volt szó, hogy az egyik legfontosabb bizonyíték a standard modellünknek az, hogy a könnyű atommagok, amik valamikor a nagybomb után néhány perccel alakultak ki, ezeknek a relatív aránya az milyen, ez nagyon érzékeny a modellnek a paramétereire, és ezzel ügyesen be lehet állítani a modellekre. Aztán kijön például a galaxisok mérete és eloszlása. Az például levezethető, hogy hány protonból áll egy csillag, ugye erről most már többször beszéltünk, hogy pont 10 az 57-en plusz-minusz egy nagyság, egy darab atomból áll össze egy csillag. Mennyi a hélium-hidrogén arány, mennyi a fotonok-protonok aránya, a háttérsugárzás hőmérséklet eloszlása. Éppen a mostani Meteorban van egy olyan cikk, hogy annak a hajdani, még a tűzgömb előtti korábbi korszaknak, amikor még olyan sűrű volt a világegyetem, hogy úgy lehet mondani, hogy akusztikus hullámok terjedtek benne, tehát hang, mert annyira sűrű volt az anyag, annak a lenyomatát megtalálták, általam is sokat emlegetett Sloan Digital Sky Survey-ben, tehát amikor nagyon sok galaxis, már milliós nagyságrendben térképezték fel háromdimenziósan a galaxisok eloszlását, ebben vannak különböző szintű struktúrák, és az általános struktúrára rárakódva még megtalálták ezeknek a hajdani akusztikus hullámoknak a nyomát. Ugye egy jól felépített modellben az is kijön, hogy mikor és mekkora, és milyen amplitúdus, és milyen hullámoszak voltak ezek a hullámok, és ezt aztán össze lehet hasonlítani a mérési eredményekkel. Tehát a modellből az ember kiszámít egy ilyet, összehasonlítja a tapasztalattal, tehát megnézzük, hogy mit is látunk az égen. És akkor megkérdezzük, hogy ismerjük-e pontosan ezeket a paramétereket. Hát, ha nem ismerjük, akkor mi történik? Hát akkor futtatjuk egy kicsit a számítógépet ilyen meg olyan paraméterekkel, aztán beigazítjuk az igazit. Azt mondja az ember, hogy hát Istenem, nem olyan nagy baj, hogy nem ismerik teljes pontossággal ezeket az állandókat. Hát, ha egy kis pontatlanság van, akkor kicsit más a világ. Görögök is nézegették az eget, és tudták, hogy mikor kell a Vénusz, és mikor nem. Nyilván nem voltak olyan pontos távcsöveink, mint nekünk, nem tudták szög másodperc pontossággal elhelyezni a Vénuszt az égen, és nem ismerték az ellipszis pályának a létét sem, meg a paraméterét. De azt azért meg tudták mondani, hogy mondjuk egy év múlva, a decemberben a Vénusz az hajnalcsillag lesz, vagy esti csillag. Azt azért már olyan pontossággal meg lehetett mondani.
Hát nem akkor kelt, hanem 5 perccel később, és nem ott, hanem 5 fokkal délebre, Istenem. Azért nem tévesztették el, és a megfelelő mennyiségű ökröt áldozták neki. Tehát valahogy így képzel az ember, hogyha kicsit odébb teszem a bolygót, és úgy indítom, hát akkor kicsit odébb megy. Az az érdekesség, hogy a kozmológiában nem ez a helyzet. Van egy csomó olyan paraméter, amire az univerzum extrém módon érzékeny. Tehát egy picit megváltoztatjuk a paramétereket, akkor nagyon megváltozik a világ. Minőségileg más világ lesz. Nem olyan, amiben a hidrogénatom másfélszer akkora, mint most, hanem olyan, amiben nincs hidrogénatom. És ha nincs hidrogénatom, akkor nagyon katasztrofális helyzet áll elő, mert akkor nincs víz és nincs sör se. Tehát ez nagyon nem lakható világ, amelyben nincs hidrogénatom. Egy ilyen típusú matematikai tulajdonságát az ember ismer ez a gyereteknek. Időnként játszanak olyan típusú számítástechnikai játékot hallgatok, főleg régebben, amikor még nem csak digitális, hanem analóg számítógépek voltak, de digitálisan is lehet, hogy oldjuk meg az egyenleteket, hát adott kezdőfeltételben megold az ember egy differenciál egyenletet. Durván úgy néz ki, hogy erre van a független változó, erre a függő változó, berajzolgatom, hogy itt most akkor ilyen meredeken indul a görbe, lépek egyet, ott megint kis számítom, így csinálom. Ha pontatlanul számítom, akkor egy kicsit más görbét kapunk. Így oldja meg a természet is, hogy adott pillanatban erre megy a részecske, következő, ha megint körülnéz, milyen erőkatnak, most arra megy, egyre finomítom, akkor a tört vonalból megkapom a pontos értéket. Na most vannak olyan esetek, amikor nem ez a helyzet, hanem úgy kell megoldani az egyenletet, például a Schrödinger egyenletnek a hidrogénatomra vonatkozó problémája, úgy kell megoldani, hogy a görbére az a feltétel, hogy a végtelenben így simuljon be az X-tengelybe. Az ember elindítja egymás mellett a görbéket, akkor elszáll a végtelenbe. Régen tényleg építettek ilyen masinátot nálunk, hogy volt rajta egy potenciométer, és akkor az, hogy milyen meredeken indul a görbe, az, hogy lehetett csavargatni a potenciométer beállításával. Ment, mert így, és az oszcillószkópra rajzoltak ki a megoldás görbét. Hogy kell mondani, változik a tudomány, aki ezt annak idején építette, ő csinálja most a Sloan Digital Scale Survey-t. Na, kicsit odébb rajzolva, akkor erre, de még mindig elszállt, mert akart besimulni, elmegy. Ha kicsit túlcsavarom a potenciométert, akkor meg errefele elmegy. Vagy így elszáll. Lehet, hogy ez egy kicsit vissza kell, egyre finomabb beállításokkal, és egyszer csak úgy szépen besimul. Jó. Jó napot? Pizza? Oda be kell. Ez egy lakható világétel. Sör, pizza. Jó, na most, ha digitálisan csináljuk, akkor ugye első lépésként beállítjuk az első tizedestélyet, és elszállt. Ha az első tizedestélyet kettővel odébb csavarom, akkor erre száll. Hát akkor közte egy tizedesen odébb megyek egyre finomabban így be lehet állítani. Na most képzeljük el, hogyha ez egy olyan típusú fizikai feladat lenne, amelyben, hogyha a paraméter erre megy el, akkor mondjuk esik az eső, ha arra megy el, akkor süt a nap. Finom kis beállítások a kezdő feltételben azok olyanok lesznek, hogy ezen múlik az, hogy mi történik. Ilyenkor, ugye ez az, amit szoktak mondani káosznak, meg hogy a pillangó meglengeti a szárnyát, azon múlik, hogy mi történik másnap, nyolcban lesz a tornádó vagy nem. Szóval ilyen gondok vannak. Most egy konkrét fizikai földi problémánál az a baj, hogy egy idő után az ember ezt azért nem veszik komolyan, mert a modell pontatlan. Tehát rendben vagy, be tudom állítani 6/10-es pontossággal, és akkor úgy megy. Na de hát akkor biztos elhanyagoltam valamit, amit kihagytam a modellből. Ugye, mint a hegyire állított ceruza. Szépen így áll, és billeg erre vagy arra. Amikor fekszik a földön, akkor tök mindegy, hogy beszámítottam-e azt, hogy kinyitották-e a szomszédszobába az ajtót, vagy nem. De ha hegyén áll a ceruza, akkor egy pici légmozgás el tudja mozdítani erre vagy arra, akkor azt is be kell venni a modellbe. És akkor nyilván nem érdemes azt megnézni, hogy 6/10-es pontosága, hogy van kiegyezve a ceruzának a hegye, mert nem azon múlik, hanem annál nagyságrendileg nagyobb más jellegű effektusok vannak. Az ilyen típusú problémák azok mindig elgondolkodják az embert, hogy mennyire jó a modellje, amit vizsgál. Univerzumnál hasonló dolgok történnek, csak sokkal bonyolultabb módon, és érdekes módon, hogy kell mondani, szóval nagyon sokféle, sok érdekes variáció van az univerzumra, így is megváltoztathatjuk, úgy is megváltoztatjuk, és ez nem unalmas. Lehet ezt unalmasan is csinálni. Valamikor 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt megjelent egy szovjet szerzőnek magyarul könyve, aztán az a címe, hogy Mire leha. Ilyen középiskolásoknak szánt ismeretterjesztő könyv volt, és pont ezzel a problémával foglalkozott. Mi lenne, hogyha az elektron töltése kétszer akkora lenne? Hogyha a gravitációs állandó fele akkora lenne?
és végigjátszotta, és rettentően unalmas volt. Az ember a harmadik fejezetnél még unta, de még volt 8, és mindegyikben ugyanaz jött ki, hogy a világ nagyon forró lenne, vagy nagyon hideg lenne, nem tudta eldönteni, mert mindegyik paraméter akármelyik irányú változtatásából ki tudta azt is hozni, hogy nagyon meleg lenne, meg nagyon hideg lenne. És hát Istenem, meg most ez a világnak a sorsa, vagy nagyon meleg van, vagy hideg, és akármit, akármerre csavarunk, mind a kettő előfordulhat. Ez azt jelenteni, hogy nem nagyon értjük a fizikát, mert nem tudunk utána számolni a paramétereknek. Mondjuk, hogy az a szerző nem tudott utána számolni, hiszen addigra ezek az elméletek már megvoltak nyugaton, csak még nem nagyon terjedtek el, főleg nálunk. Itt majd mindjárt látni fogjuk, hogy mennyi ilyen érdekes módon lehet megváltoztatni a világegyetemet, tehát valahol belenyúlunk a fizikai paraméterekbe, és egy kicsit változtatunk, akkor furcsaságok történnek. Ami viszont döbbenetes, hogy minden ilyen változás abba az irányba hat, hogy akkor mi nem vagyunk itt. Nem lehetne olyan, hogy akkor még több sör lenne, vagy még több pizza, vagy mit tudom én, mi lenne a világban. Lehetne úgy megváltoztatni a paraméterket, de nem. Akármelyik paraméterhez nyúlunk hozzá, akkor egy kicsit rosszabb lesz, sőt nagyon rosszabb lesz, nem leszünk itt. Hát már majdnem ott tartunk, mint a Candide-ban a Pangloss professzor, hogy ez itt minden világoknak a lehető legjobbika. Meglátjuk a végére, hogy tényleg így jön. Most elmondok néhány konkrét fizikai példát arra, hogy hol lehet bele nyúlni a világba, és akkor mi történhet. Az egyik példánk az antianyag. Most a konkrét fizikai dolgok, amikről beszélek, azok már itt-ott szerepeltek, vagy most, vagy az előző fél évi előadással azonban, tehát csak fölidézem a konkrét témát, és akkor most megnézzük, hogy mi következik ebből itt a világ lakhatóságára. Antianyag. Tudjuk, hogy a világban nincs antianyag. Miért? Mert kiderítettük, hogy az anyag meg az antianyag mégsem teljesen szimmetrikus, van egy picike kis aszimmetria az anyag és az antianyagnak a részecske fizikai viselkedése miatt között. Ezért, amikor még régen nagyon sok volt az anyag meg az antianyag, meleg forró tűzgömbben, össze-vissza fotonok keltettek részecskéket, antirészecskéket, nem teljesen ugyanannyi volt. Durván szólva 10^10 antiprotonra jutott 10^10 plusz egy proton. És hát akkor, amikor megvolt a nagy katyvasz, akkor végül is tök mindegy volt. Ugye, mint hogyha itt lenne a két tartály, jó magasan áll benne a víz, össze vannak kötve, hát akkor nagyjából ugyanannyi van. Amikor viszont ezek szétsugároztak, és a fotonok már nem tudtak új proton-antiproton párokat kelteni, akkor a 10^10 protonból meg antiprotonból lett egy csomó foton, és megmaradt az a szerencsétlen plusz egy proton. Mondjuk ez volt köbméterenként. És akkor most a világban van köbméterenként egy proton, és sehány antiproton. Aztán később ezek egy része összegyűlt, és abból lettünk mi. Másrészt ez a paraméter, hogy 10^10, az, hogy megmondja azt, hogy hány foton és hány proton, tehát mi a fotonok és protonok aránya, ez viszont durván szólva megegyezik a világegyetem entrópiájával, és ez határozza meg, hogy mennyi a háttérsugárzás hőmérsékletet. Tehát ez a 10^10, ez átszámítható a 2,7 Kelvinre. Tehát még egyszer, amikor nagyon meleg volt és magasan állt itt a közlekedő edényekben a folyadék, ugye ez nagyjából a hőmérsékletnek felel meg, akkor nagyjából egyforma volt. Az a plusz egy, az nem számít. Akkor lement, kifolyt a 10^10, maradt az a plusz egy ebben az edényben, az már számít, és az megmaradt, mert annak már nem volt mivel megsemmisülnie. Most mi történne, ha egy kicsit más lenne ez a iciri-piciri kis paraméter, ami megmondja, hogy mennyire nem szimmetrikus az anyag meg az antianyag? Hát lehetne, hogy éppen antianyag van, és nem anyag van, de nyilván akkor mi azt hívnánk anyagnak, amiben fordítva vannak a töltések, tehát ez nem olyan izgalmas dolog. De hogyha ez az arány más lenne, ez a 10^10, például a 10^15 lenne, az azt jelenti, hogy nem a 10^10 egyben különbözne az anyagnak meg az antianyagnak a viselkedés, hanem a 15-ben. Akkor a világegyetem mai hőmérsékleten, a háttérsugárzás hőmérsékleten nagyobb lenne 500 Kelvinnél. Az azt jelenti, hogy a világban nem lenne folyékony víz. Ugye a víz az nagyobb hőmérsékleten is lehetséges, hogyha nagyobb nyomáson vagyunk, de van egy kritikus érték, ami fölött viszont már egyáltalán nem lehetséges folyékony víz. Hát itt nem írtam még oda, de hát akkor nyilván nem lenne folyékony sör sem, ami egy kritikus paraméter a világnak. De a 10^18-onnál nagyobb lenne ez az érték, akkor már a világegyetem jelenlegi háttérsugárzás hőmérséklete az nagyobb lenne 10^5 Kelvinnél, az már a hidrogénatomnak az ionizációs hőmérséklete fölött van. Akkor atomok se lennének. Akkor még mindig olyan meleg lenne, hogy a háttérsugárzás szétverni az atomokat, tehát az atomok még nem tudtak volna létrejönni. Ha pedig 10^22 lenne ez a paraméter, akkor 10^10 Kelvinnél is melegebb lenne, akkor még atommagok sem értek volna. Tehát ami az első 3 percben megtörtént, az még mindig nem történt volna meg.
Azt mondja az ember, hogy nem baj, majd lehűl a világ. Hát nem most, hát akkor majd később lesz. És akkor én ezt nem most mondom el, hanem 10-a 100-a év múlva, mert hogy akkora fog ennyire lehűlni a világ, hogy már lesznek atomok. Na de nem. Mert közben esetleg kihűlnének a csillagok. El lehet képzelni azt, hogy a háttérsugárzás hőmérséklete lassabban csökkent, tehát most még melegebb van. Mondjuk néhány ezer fok a háttérsugárzás hőmérséklete. De egy idő után akkor abban már vannak atomok, még meleg van. Mondjuk az 500 Kelvinnél melegebb van, tehát víz nincs. De atomok már vannak. Az atomokból létrejönnek a csillagok begyulladnak. Azok megint millió fokosak lesznek középen, tehát elkezdik gyártani a nehezebb elemeket. És a csillagoknak az már végül is tök mindegy, hogy körülöttük 2,7 vagy 200, vagy nem tudom hány száz fok Kelvin a hőmérséklet. Nekünk nem mindegy, a csillagoknak mindegy. Ők lejátsszák a maguk játékát, elhasználják néhány milliárd év alatt elhasználják a hidrogént. És elképzelhető, hogy amikor egy ilyen melegebb világ lehűl annyira, hogy legyen benne víz, addigra már minden csillag kialudt. Ez minden további nélkül elképzelhető, hogy ilyen paraméterekkel. Most akkor hogy néz neki? Ugye mi most ezen a görbén haladunk, a hőmérséklet az időfüggvényében itt csökken, ma 3 Kelvin. Itt lenne egy másik olyan görbe, hogy ma 600 Kelvin van, akkor nyilván nincs folyékony víz. Egyszer csak, majd valamikor, körülbelül 100 milliárd év múlva, addigra már megint 3 Kelvinre, vagy 300 Kelvin alá csökkenne a hőmérséklet, és akkor már megint lehetne folyékony víz. De addigra már kihűlnek a csillagok, legalábbis a nagy részük. Most hogy néz ki a világegyetem hőmérséklete? Ez, amit itt rajzoltam, ez a görbe itt van, de hát közben ketté vált. A háttérsugárzás meg a szétszólt anyagnak a hőmérséklete csökken, de egyes helyeken fölmelegedett, tehát fölmelegedett több millió fokra is ott vannak csillagok, és ezért körülötte a Földön, ott viszont tartósan körülbelül 300 Kelvin a hőmérséklet, az a Földön 4 milliárd éve folyamatosan van víz. Ha viszont ez a másik forgatókönyv valósulna meg, hogy most még 600 Kelvin van, akkor egyszer majd lecsökkenne 300-ra, de hamarosan lecsökkenne 200-ra, és akkor nagyon rövid ideig lenne víz. Mert csökken a hőmérséklet, egyszer csak éppen lenne olyan háttérsugárzás hőmérséklet, amikor éppen már lehet folyékony víz, de hamarosan elérnénk a fagypontot. És nincsenek csillagok, mert azok már kialudtak. Tehát azok nem tudják tartósan fenntartani a hőmérsékletet. A víz egy nagyon rövid ideig ilyen átmeneti, nagyon rövid, ami pár millió vagy párszor 1-200 millió évig létezne a világban, de nem lenne olyan tartósan, mint most. És ez alatt hát elég igyekezni kéne, hogy amőben meg ember nőjön benne, de tipikusan nem lenne tartós jelenség az ilyen folyékony víz a világban, a hőmérséklet folyamatosan csökkenne. Hát ez pech. De van még egy súlyosabb gond, hogyha nagyobb lenne a hőmérséklet, nagyobb lenne ez a S, tehát a foton per proton arány, azaz több foton lenne a adott tartományban, mint most. Akkor nem az atomos anyag dominálna a világot, hanem a sugárzás. Volt már arról szó, hogy a háttérsugárzásban egy adott térfogatettségben 10-11-szer több foton van, de ezeknek az összenergiája még mindig 4 nagyságrenddel kisebb, mint annak az egy darab protonnak, ami ott van, annak az MC négyzet energiája. Tehát gravitációsan az a proton dominál, illetve ha elfeledkezünk a sötét anyagról, meg egyéb csúfságról, de mégis a sugárzás az ennél gyengébb. Hogyha itt nagyobb lenne az S, akkor még ma is a sugárzás dominálna. Ugye ezek ilyen logaritmikus görbék, hogy az energiasűrűség az idővel hogy csökken, tudjuk az atomos anyagnál 1/R-köbbel, a fotonoknál 1/R⁴-nel csökken a hőmérséklet. Tehát valamikor itt a múltban, kb. Fél millió évvel a bomb után metszették egymást. Az atomos anyag alig, hogy létrejött, onnantól kezdve már ő volt a domináns. Hogyha nagyobb lenne ez az S érték, tehát a foton per proton arány, akkor ezen a görbén lennénk, és még ma is a sugárzás dominálna. Egy sugárzás dominált a univerzumban viszont nem fog működni a gravitációs instabilitás. Nem gyűlnek össze a gázfelhők, egyre sűrűsödő gázfelhőkké, tehát nem lennének benne galaxisok meg csillagok. Tehát akkor még az sem igaz, hogy kihűlnának a csillagok. Lehet ezeket a forgatókönyveket itt kombinálni, meg lehet nézni, hogy mikor keletkeznek, mikor lesznek akkor esetleg bolygók, stb. Kiderül, hogy
ha az S az néhány nagyságrenddel nagyobb, mint amennyi ténylegesen, akkor már nem lehet egyik forgatókönyv verzióban sem lehet olyan időtartományt létrehozni, amikor vannak csillagok, és melengetik körülöttük a hidegebb háttérben a langyosabb bolygókat, amiken sokáig van víz. Ugye itt még néhány paraméterrel játszadozhat az ember, de lényegében egy kicsit is megváltoztatom ezt az értéket, ami még egyszer nem kozmológiai paraméter, hanem a részecskének a parányi aszimetriája jellemző paraméterből adódik, akkor már is nem lehetnének csillagok, nem lehetnének mellettük tartósan létező bolygók, amiken folyékony víz lehetséges. Nézzünk egy másikat, szintén elemi részecske fizikai adat, a neutrinok és a gyenge kölcsönhatás. Ezt a reakciót, amit odaírtam, ezt már többször fölírtam, hogy a neutrino találkozik egy neutronnal, átalakul protonnál és elektronnál, közvetítést azt egy W-nek nevezett bozon csinálja. Ennek a folyamatnak egy másik verziója, durván szóval vonjunk le az egyenlet mindkét oldalára egy neutrinót, ez annak felel meg, amikor a neutrino elbomlik protonnál, elektronnál és antineutrinóval. Amikor meleg van, akkor ez a folyamat termodinamikai egyensúlyban van, és ki lehet számítani, hogy a neutronok száma és a protonok száma hogy viselkedik, mi az arány, azt a elemi termodinamika megmondja, hogy ez a paraméter a tömegek különbsége és a hőmérséklet szabja meg az arányukat. Ha világegyetem tágul és hűl, akkor egyre ritkábban találkoznak a neutronok, meg a neutrinok, meg a protonok és az elektronok, egyre kevésbé mennek ezek a reakciók. Másrészt az átlag energia is csökken. Ennek a folyamatnak a valószínűsége az energiától függ, minél nagyobb az energia, annál nagyobb valószínűbb. Egy idő után már leáll ez a folyamat. Durván szóval már nem találkoznak ezek, vagy nincs hozzá elég energia, hogy folyamat végbe menjen. Ezt ki lehet számítani a világegyetem tágulásának a függvényéből, és a részecske fizikai paraméterekből, hogy mikor, milyen hőmérsékleten történik ez a lecsatolódás. Most két eset van. Ugye itt a számláló, kiterülőben a számlálóban a proton és a neutron tömegkülönbsége van C-négyzeten megszorozva, az energiában számítandó ki, nevezőben meg ott van ez a K-szor T. Amikor a T folyamatosan változik, akkor ez a paraméter, ez a érték szép lassan megváltozik. Amikor leállnak a reakciók, akkor befagy ez az érték, onnantól kezdve többet nem tud változni. Tehát ez a neutronok és a protonoknak az aránya ebben a pillanatban, erre az utolsó T0 hőmérsékletre jellemző. A tömegek azok adottak, a T0 hőmérsékletet ki lehet számítani. És akkor három eset van, hogy vagy itt a számláló sokkal nagyobb, mint a K-szor T0, vagy fordítva, vagy pedig nagyjából egyforma nagyságrendűek. Mi van akkor, hogyha a K-szor T0 az jóval kisebb, mint a különbség, delta M. Akkor ugye ez itt kicsi, ez meg valamekkora, ez itt egy jó nagy érték, E ad mínusz jó nagy, az nagyjából nulla. Tehát lényegében a neutronok elfogytak, a nehezebb objektumok teljesen elfogytak, a könnyebbekből meg még van. Tehát akkor a világban csak protonok vannak. Ez ennek felel meg, hogy így nézett ki. Akkor szedik szét a tartályrendszert, amikor ebből bár lefolyt, és itt maradt még a protonban valami, akkor a világban nincsenek neutronok. Utána később, hogy mi történik, miután leállt az a reakció, hogy a neutronok még elbomlanak, az már egészen más játék. Ez ugye ilyen valamikor az első másodperc végénél ér véget ez a folyamat, vagy még kicsit korábban. Hogy egy szabad neutron elbomlik, az meg 15 perces. Tehát egy másik időskálán történő folyamat. Arra majd mindjárt lesz szó kicsit később. Mi történik, hogy a fordítva jön neki ez a K-szor T0, hogy jóval nagyobb lenne ennél a delta MC négyzetnél, akkor itt a kitevőben egy kis szám van, E az mínusz kicsi, az körülbelül 1. Ez olyan, mintha jó magasan lenne, itt, amikor szétszedik, akkor a két tartályban nagyjából ugyanannyi folyadék van, tehát ugyanannyi neutron és proton maradt volna ezután a folyamat után. Most valójában az, hogy a K-szor T0 és a delta MC négyzet az körülbelül ugyanannyi. Ha ezt behelyettesítjük, akkor itt 1/E, tehát körülbelül 1/10 neutron jön létre, tehát a protonoknak és a neutronoknak a száma az összemérhető, de nem azonos. Tehát itt csak az egyikből maradna, itt meg mind a kettőből sok maradna, és kb. Ugyanannyi. Egy ilyen esetben az egyikből is van, a másikból is van, de lényeges különbség van a mennyiségük között. Ez a feltétel, ez kifejezhető részecske fizikai paraméterekkel. Ugye itt hőmérséklet különbségek vannak, vagy energiakülönbségek, a T0, az pedig a gyenge kölcsönhatás szabja meg. Ezt be lehet helyettesítgetni. A részletes számolás benne van abban a bizonyos könyvben, amit 80-ban nem engedtek megjelentetni.
Csak úgy ijesztésképpen fölírom ezt a képletet, hogy milyen paraméterek vannak benne. Univerzális természeti állandók. A gravitációs állandó, az elektron tömege, a Planck állandó, a fénysebesség, a kis g az a gyenge kölcsönhatásnak az erősségét mérő paraméter. Ott is elektron tömeg, meg ehhez hasonlók vannak. Úgyhogy ha behelyettesítjük ezeknek az adatoknak a mért értékeit, hát akkor azt kapjuk, hogy ez a kettő körülbelül ugyanakkora. És ezt felel meg annak, hogy ez a K-szor ténum, az körülbelül megfelel a delta MC négyzetnek. Még van benne egy feltevés, az, hogy az elektron tömege, az körülbelül megegyezik a proton és a neutron tömegkülönbségével, tehát az a delta M, ez körülbelül az M elektronnak felel meg. Még egyszer, ez kísérleti tény, tehát ezeket az adatokat be lehet helyettesíteni, ez kb. Megegyezik. Mit jelent a kb? Minden, amit most itt mondok, ez olyan, hogy egy nagyságrendebből. Tehát, amikor az egyik oldal azért, hogy 0,1, a másik az, hogy 0,5, az körülbelül ugyanannyi. Szemben azzal, hogy az egyik az jön neki, hogy 6, a másik az, hogy 10-40, az már nyilván nagyon más. Na most mi történne később? Ugye, ezek a folyamatok létrehozták a neutron-proton kezdő egyensúlyi állapotnak a végét, és akkor szétszették mondjuk ezt a lombik rendszert, akkor maradtak neutronok-protonok. Szabad neutron elbomlik, de közben van egy olyan rövid korszak, amikor a neutronok a protonokkal egyesülhetnek és létrejöhetnek. Deuteronok, azok rögtön tovább reagálnak héliummal. Ebben az esetben, hogyha minden neutron megmaradna lényegében, tehát ugyanannyi neutron, mint proton lenne, akkor minden protonból hélium lenne, hiszen mindegyik találna magának egy párt, reagálna deutériummal, aztán tovább alakulna héliummal. Még itt az ősrobbanás után néhány perccel az összes hidrogén mag átalakulna hélium maggá, tehát most nem ez a helyzet, és egy későbbiekre marad hidrogén. Hogyha nem lenne egy kisebb hidrogén, akkor nem lenne hidrogént égető csillagok, nem lenne fősorozat. Csillagok egészen másképp viselkednének, tehát ugye például nem 10 millió fokon gyulladna be egy csillag, hanem sokkal nagyobb hőmérsékleten, és sokkal hamarabb el is égetni a héliumját. Ez azt jelenti, hogy nem lennének olyan csillagok, amik évmilliárdokig melengetik a bolygójukon az életet. Arról nem is beszél, hogy ha nincs hidrogén, akkor nem lenne víz, meg fehérje, meg DNS, meg hadd ne említsem ismét a sör, tehát mondjuk nem lenne egy csillagászok se, mindezeknek a hiányába, tehát nem is lenne mit melengetni a bolygón, mert amúgy se lenne víz, mert ha nincs hidrogén, akkor fújhatjuk. Tehát, hogyha ebben az irányban eltolódna az egyensúly, hogyha ez az érték nem lenne körülbelül megegyező, hanem az egyik határozottan egy-két nagyságrenddel nagyobb lenne a másiknál, akkor egyáltalán nem lenne hidrogén a világban. Most mi köze van a részecske fizikai paramétereknek, a gyenge kölcsönhatásnak, a erősségének, meg ilyesmiknek, pont ennek az őrületes kombinációnak ahhoz, hogy van-e élet a világban, láthatóan nagyon sok. Hogyha valaki önkényesen kezdene világot tervezni, beírná ide, hát legyen ez 10, az 0,5, stb., akkor nyilván nem teljesülne ez az egyenlőség. Véletlenül éppen olyanok a paraméterek, hogy teljesül, és ezt nagy szerencséknek tarthatjuk, mert van hidrogén, és ezért lehet itt tovább acukolni. Nézzük az erős kölcsönhatást, amit a nukleonok közötti folyamatok írnak le. Az előbb láttuk, hogy a szabad neutronok elbomlanak, tehát egy részük be tud olvadni, össze tud találkozni a protonokkal és deuteronnal, akkor ami ott maradt szabadon, az elbomlik. Ez azért lehetséges ez a folyamat, mert így néz ki a skála. Tehát ez itt a tömeg, itt a neutron tömege. A neutron nehezebb, mint a proton, sőt nehezebb, mint egy proton meg egy elektron, de egy kicsit könnyebb, mint egy proton meg két elektron. Pontosabban úgy van a skála, hogy ez itt mondjuk egy egység, akkor ez itt 2000 egység, hiszen a neutron az körülbelül 2000-szer nehezebb, mint az elektron. Tehát most ez a helyzet. Ezért a neutron el tud bomlani úgy, hogy lesz belőle egy proton, meg egy elektron, meg még marad egy kis energia, és azt még elviszi egy neutrino. Ha egy picit könnyebb lenne, tehát ebbe az intervallumba esne, még mindig nehezebb lenne a protonnál, akkor már nem tudna elbomlani a szabad neutron, mert nem lenne elég energiája a proton, meg a
a neutronnak, a protonnak meg az elektronnak a tömegének a létrehozására, akkor a neutronok stabilak maradnának, és később beleszólnának az univerzum dinamikájába. Például lennének olyan, lehetnének olyan csillagok, hogy a gázfelhőkben egyszerűen szabadon kószálnak a neutronok a protonokkal összemérhető mennyiségben. Tehát akkor egy hidrogén felhőben még lenne ott egy másik komponens. Egészen más lenne a dinamika, más lenne a csillagok története, és más lenne a magfizika is, ugye azok a folyamatok, amik a csillagokban a fúziót intézik, azokban állandóan ott lennének a szabad neutronok. Most is vannak a csillagokban szabad neutronok, de csak a késői csillagokban. A fősorozaton túl a vörös óriásokban, amikor már jó nagy atommagoknál tart a fúzió, akkor bizonyos folyamatok létrehoznak szabad neutronokat, és a szupernova robbanás környékén egy csomó érdekes folyamatba beleszólnak a neutronok. Hogyha eleve lennének szabad neutronok az univerzumban, egészen másképp menne játék. Viszont a fordítva lenne, hogyha a neutron egy kicsivel könnyebb lenne, tehát ő könnyebb lenne, mint a proton mínusz elektron, ami nem olyan nagy kunszt, ugye itt az 1837 van itt, és akkor onnan mondjuk 3 egységgel lejjebb lenne. Akkor fordítva történne, akkor a proton tudna elbomlani neutronra, meg pozitronra, meg még egy neutrinóra. Akkor viszont a szabad protonok nem maradhattak volna fönn az univerzumba. Nyilván az a pozitron az megenné az elektronokat. Most az ősrobbanás után, amikor minden szépen lehűl, akkor vannak protonok meg elektronok, meg még egy adag hélium maga, ami korábban létrejött, ezekből aztán létrejönnek atomok. Hogyha a protonok elbomlanak, akkor nem lenne miből atomot csinálni. Hát akkor nem csak, hogy hidrogén atomok, egyáltalán nem lennének atomok a világban. Ez egy nagyon furcsa állapot lenne, teljesen semleges lenne. Lényegében az elektromosság is egy olyan típusú folyamat lenne, ami az első pár percben lejátszott a szerepét, aztán utána már csak semleges objektumok vannak a világban, nyilván nem fedeznénk fel az elektromosságot, arról nem is beszél, hogy mi nem lennénk. Mennyit kellett vacokolni, hogy a magkölcsönhatásokat, meg a gyenge kölcsönhatásokat, meg egyebeket, amik most ilyen rejtett helyeken játszanak, mint az atommag belsején, meg egyebek, annak idején az egész univerzumot ezek uralták, de míg ezeket felfedeztük, ez sok fizika kellett. Hát, hogyha ilyen lenne az elektromosság, az még nehezebb lenne felfedezni, csak hát nem lehetne, mert akkor nem épülnének fel ezek a kémiai anyagok, amiben mi vagyunk, és akkor mi se tudnánk felfedezni. Min múlik az, hogy mennyi a neutron és a proton tömege? Hát a belső szerkezetükön. Most már tudjuk, hogy ezek nem elemi objektumok, hanem kvarkokból állnak. Mi a különbség? Hát az, hogy a proton az két darab U-kvarkból és egy darab D-kvarkból áll, a neutron meg egy U-ból és két D-ből, és köztem még ott vannak gluonok, amik összeragasztják őket. Az U és a D-kvark nagyjából egyforma tömegű, mindegyik kb. 100-szor akkora, mint a proton tömege. Ugye a tömeghiányról mindenki hallott, hát a napban is az történik, amikor a proton meg a neutron egyesül deuteronná, akkor ez egy kicsit könnyebb lesz, mint a kettő eredetileg, és a különbség sugárzódik ki. Hát ez egy ilyen ultra tömeghiányos rendszer, hogy a három kvarkot összerakjuk, az mondjuk 300 egységnyi, és abból 299 kisugárzódik, és akkor marad az az egy, ami a protonnak a tömege, illetve hát, hogyha most elektron tömegben mondjuk, akkor azt a 300 egységet, azt még meg kell szorozni 2000-rel. Az már mennyi? Az már 600 ezer. És akkor 600 ezer tömegegységet összerakunk így, illetve úgy, és az egyik, az kettővel könnyebb lesz, mint a másik. Mert ez a kombináció két egységnyivel könnyebb, mind a kettő 600 ezerből rakódik össze, egy csomó kisugárzódik, és az egyik egy picivel könnyebb, mint a másik. És amilyen szerencsénk van, az lett könnyebb, ami nekünk jó, és nem a másik lett könnyebb, ami nekünk nem lenne jó. És nem annyival, mert ha egy kicsit odébb tennénk ezt a neutront a skálán, akkor már nagyon mást kapnánk. Most ennek a részleteit még senki sem tudja pontosan, egyrészt azért, mert ez is csak becslés, mert nem lehet szétszedni a protont meg a neutront szabad kvarkokra, tehát nem lehet külön szedni a kvarkokat és megméricskélni. Ezek közvetett adatok, szabad kvarkok nem léteznek, a proton a neutron belüli mozgásukból tudjuk ezeket a tömegeket megsatszolni. Tehát nem, tényleg nem az van, hogy van a jó nehéz kvark, és akkor azokból összerakjuk a hármat, aztán megnézzük, hogy mennyi marad belőle. Mindenesetre a tömegük az tény, hogy jóval nagyobb. És éppen olyan szerencsésen álltak össze, hogy a proton az egy hajszállal könnyebb, de nem túlságosan könnyebb, stb. Minden éppen klappol. Hát ennek nagyon tudunk örülni. Egyre több örülni valunk van most már, amit látható. Következő lépés megint az atommagokkal kapcsolatos, mégpedig a csillagokban folyó fúziós reakciókkal.
Első pillanatra hanyagoljuk el azt a héliumot, ami még az összroppanás óta ott van. Nézzünk tiszta hidrogénből álló forró gázt. Ugye összehúzódik hidrogénfelhő, akkor elég meleg lesz, akkor ionizálódik. Szabad protonok rohangáztak, vannak aztán szabad elektronkicsitatok, a magfúzióban nem szólnak bele. Két proton találkozik, akkor vissza fogják lökni egymást, mert nem jön létre olyan folyamat, hogy a két proton összeragad. Ha két proton összeragadna, az mi lenne? Az egy hélium mag lenne. A hélium magnak a nulla neutronos, két protonos állapota. Ilyen nincs. A valóságban végbe menő fúziós reakcióban az történik, hogy a proton az előbb megadott folyamattal, ami itt volt, azzal elbomlik neutron. De nem tud, hát nincs neki elég energiája. De amikor mozog, akkor a mozgási energiájából, gyorsan szaladgál a forró csillagban, mozgási energiájából kölcsönözhet ahhoz, hogy akkor létre tud hozni neutront meg pozitront, meg hát neutrinót, ezek el fognak itt távozni, és ez éppen neutron formában van ott jelen, és amikor éppen egy proton meg egy neutron találkozik egymással, akkor azok össze tudnak ragadni, és abból lesz egy deuteron, és a felesleges energia kisugárzik, és így világít a nap. Most a protonokat rohangásznak a nap belsejében, több millió, ugye másodpercenként több milliárdszor találkoznak egymással, ütköznek, de nagyon ritkán van az, hogy a proton éppen átalakul neutronná, éppen amikor ütközik egy másikkal. Egy protont, hogyha tudnánk követni, egy protont így megjelölni, mondjuk a Józsi nevű proton, körülbelül 1 millió évenként történik vele egy ilyen esemény, hogy éppen amikor egy másik proton közelében van, akkor átalakul neutronná, tehát akkor tud fúziós reakciót csinálni. Ezért nagyon ritkán csurran cseppen egy ilyen foton. Hál' Istennek a napban elég sok proton van, tehát ezért jut nekünk mindennapi napsugárzás. De hogyha nem így történne, az mindenféle bajokat okozna, mindjárt megbeszéljük, hogy miért. A folyamat további lépéseinél, amikor deuteronok találkoznak és hélium magok épülnek föl belülük, ott már nem történik gyenge kölcsönhatás. Ezt a folyamatot, amikor proton-neutronnál alakul, ez gyenge kölcsönhatási folyamat, tehát lassan és kis valószínűséggel megy végbe. A többi folyamatot az erős kölcsönhatás szabályozza, ott már csak átrendeződnek a protonok meg a neutronok. Tehát ahhoz már nem kell az ő egyediségüknek a megváltozása, ez tehát jóval gyorsabban megy végbe. Ennek a folyamatnak, mondom, 1 millió év a karakterisztikus ideje. Ennek 10^-10 másodperc. Tehát óriási különbség van. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez a lépés, ez olyan, mintha a különböző típusú atommagokat egy-egy ilyen tartálynak képzeljük, energetikailag egyre lejjebb vannak, és itt ez a tartály meg van töltve hidrogénnel, és itt van egy biztonsági szelep. Hogyha nem lenne a biztonsági szelep, akkor lezúdulna az egész gyorsan. Így viszont azon a biztonsági szelepen szépen lassan csöpögtetik, és lassanként, időegységenként viszonylag kevés proton alakulát hélium maggá. Ezért ez a folyamat sokáig tart. Ha összeraktak egy akkora gázfelhőt, aminek főleg hidrogén tartalma, mint a nap, akkor az 10 milliárd év alatt fogja elhasználni üzemanyagát, annyi idő alatt csöpög le, és nem úgy zúdul le, mint a WC-tartályban, hogy pillanatok alatt lezúdul az egész. Ezért van az, hogy a csillag évmilliárdokig érti a hidrogént. Na most kétféleképpen lehetne ettől eltérni. Egyik lehetőség az, hogy a deuteron nem jöhetne létre. Miért van deuteron? Hát a magerők összehúzzák a protont meg a neutront. Ezt úgy lehet lerajzolni, hogy az ember rajzol egy ilyen potenciál gödröt. Potenciál gödör az megmondja, hogy ha egy proton a neutronnak a közelébe kerül, akkor mennyi energia szabadul föl, tehát mennyi esne be. Na de jön a kvantumelmélet, ami azt mondja, hogy nem üldögélhet a gödör fenekén, hanem ott mocologni kell neki. Ez a gödör méretétől, meg a tömegektől, meg ilyesmitől függ, meg a Planck állandótól. És ez egy extra energiát ad neki, tehát nem a gödör fenekén van az energia, mint fölötte. És akkor csak ez a kis különbség, ez igazából a kötési energia. Tehát innen beesik, akkor nem idáig zúdul le, hanem odáig. Ezt a kvantumelméletből meg a vonzóerőből ki lehet számítani, és kiderül, hogy ez az érték a teljes gödör mélységnek az 1%-a. A gödör mélységét azt az erős kölcsönhatás erőssége szabja meg. Az, hogy mennyire telik meg, milyen magasabbra az a szint, azt meg a kvantumelmélet. Ha egy picit megváltoztatnánk a paramétereket, mondjuk az erős kölcsönhatás nem lenne annyira erős, hogy a Planck állandó egy kicsit más lenne, akkor ez már nem létezne. Akkor durván szóval túlcsordulna ez a medence, akkor már kiesnénk ebből a gödörből. 1%-nyit kéne gyengíteni az erős kölcsönhatás, hogy ne létezzen a deuteron.
Na most a másik irányban viszont az történhet, hogy ez a folyamat, amiket az előbb rajzoltam, ez is elvezethetne egyesüléshez. Tehát a két protonból is létrejöhetne egy ilyen kombinált atommag, egy diproton, ami a héliumnak a kettes izotópja lenne. Ez az objektum éppen hogy nem létezik. Itt megint lerajzolhatjuk a két protonnak a kölcsönhatását, és itt még beszámít egy erő, hogy elektromosan taszítják egymást. Egy kicsit följebb viszi az energiaszinteket, de az elektromos taszítás meg a kvantumnyüzsgés együtt megneveri az energiaszintet, és az a nulla fölé megy, tehát hiányzik egy kis kötési energia. Hogyha az erős kölcsönhatás egy kicsit erősebb lenne, a gödör mélyebb lenne, akkor a diproton is létrejöhetne. Egy ezrelék hiányzik. Tehát, hogyha 1%-kal gyengébb lenne az erős kölcsönhatás, akkor nem lenne deuteron. Ha egy ezrelékkel erősebb lenne, akkor lenne diproton. Ha van diproton, akkor mi történik? Akkor nincs biztonsági szelep. Akkor minden proton, amelyik találkozik a másik protonnal, azonnal átalakul. Tehát nem azt lenne, hogy egy néhány milliárd évig ott szépen lassan csurgatja a hidrogént és alakítgatja a héliummá csillag, hanem amint létrejön, amint összegyűlik megfelelő mennyiségben a proton, azonnal. Mert tényleg olyan, hogyha húznánk a vészétát, tehát villámgyors magfúzió, számítások szerint 10-18 másodperc alatt lezúdulna az egész, tehát nem, hogy nem jönne létre a csillag, hanem amint találkozok, rögtön már szét is spriccelne az egész. Tehát az az érdekesség, hogyha a erős kölcsönhatást egy kicsit gyengítjük, vagy egy kicsit erősítjük, akkor már is nincs csillag. Ezt ugye egy csillagászati egy esetben nem kell hangsúlyoznom, hogy mennyire tragikus dolog, mert akkor mivel foglalkoznának a csillagászok. Ezt az erős és az elektromos kölcsönhatásnak és a kvantummechanikának az alapparamétereinek a finom együttműködése tiszta lehetővé. Van egy másik, szintén a csillagokban végbe menő folyamat, amit mindjárt elmondok, és az szintén az erős és elektromos kölcsönhatásnak a finom egyensúlyán múlik. Amikor a csillagok elégették a hidrogént, akkor ugye ott van bennük a hélium, ami eddig a eddigi fúziónak a hamuja volt. Mi történik? A csillag már nem termel energiát, akkor elkezdünk összehúzódni, a gravitáció összehúzza. A kisebb csillagoknál ez a folyamat vége, fehér törpe lesz szépen kihúnya, ez lesz a nappal. A nagyobb csillagoknak, amikor nagyobb a tömege, amikor a gravitáció elkezdi összehúzni, akkor a belsőkben annyira megnő a hőmérséklet, hogy már a héliummagok is elkezdhetnek fúzionálni. Miért nem fúzionálnak a héliummagok? Hát azok is taszítják egymást, mint a protonok. Miért kell ahhoz meleg? A taszítás miatt, hogyha kicsi a sebesség, akkor így elkerülik egymást. Viszont a magerők, a vonzóerők csak akkor lépnek életbe, hogyha egyszerűen egymás közelébe kerülnek. Szóval már mondtam a szásolatot, hogy úgy képzeljük el a magerőket, mint a bogáncs. Ugye, ha két bogáncsot eldobok egymás mellett, akkor így elrepülnek. Ha egymás bizonyos közelségébe kerülnek, akkor össze tudnak tapadni. Most ha ezek még taszítanák is egymást, mint a protonok, akkor talán, hogy elkerülnék egymást. Jó nagy sebességgel kell egymáshoz közel dobni, hogy össze tudjanak tapadni. Ez történik a protonokkal. Ez kell az a 10 millió fok, ami a nap belsejében 11 néhány millió fok. A hélium magoknak kétszeres a töltésű, tehát két hélium magnál négyszer akkora a taszítóerő, jóval nagyobb energia kell, hogy találkozzanak, jóval nagyobb hőmérséklet kell, hogy mekkora sebességgel szaladgáljanak. Hát azt várna az ember, hogy következő lépésben két hélium mag egyesül, és lenne belőlük egy berillium 8-as atommag. Pech, a berillium 8-as atommag nem létezik, a magfizikának a finom tudományával ki lehet mutatni, pontosabb számításokkal, hogy a berillium 8-as az instabil. Hát az itt megáll a folyamat. Hogyha mi terveztük volna a világot, és be kéne nyújtani otkára, hogy szeretnénk nehéz atommagokat gyártani, íme itt vannak a folyamatok, ha valaki ért hozzá, akkor itt azt mondaná, hogy hoppá, te sosem fogsz szenet, meg vasat, meg aranyat gyártani, mert ennél a lépésnél a folyamat leáll, nem adok rá egy vasat sem. Ja, vas nincs. Na, szóval itt az ember azt mondaná, hogy kész vége, nem megy tovább a folyamat. Hát azt mondhatnánk, hogy találkozol egyszerre három darab héliummag, és akkor lesz belőle szén 12-es, aztán abból majd leszünk mi. Csak hogy egy hármas találkozás nagyon valószínűtlen. A két objektum találkozik, de hogy éppen akkor arra jár egy harmadik, az nagyon valószínűtlen. Döbbenetes módon az derült ki, hogy van egy ilyen kvantummechanikai rezonancia effektus, ami ráadásul a hőmérsékletet az energiától függ, hogy amikor a ideiglenesen létrejön ez az instabil beríliummag, két
héliumatommal összetalálkozik, akkor az olyan marhaerős vonzóerőt fejt ki egy harmadikra, hogy be tudja vonzani. És akkor a három gyorsan egyesül. Magától véletlenül nem járna arra, de ez egy ilyen furcsa kvantummechanikai effektus miatt éppen megerősödik a vonzóerő és behúzza. Energiafüggő. Mekkora energiám van, ki lehet számolni, pont akkorán, mint ami az ilyen csillagokban éppen ott van. Tehát ilyen néhány milliárd fok. Az ember marhára örül, főleg akkor örül, hogyha tudjuk, hogy ez visszafele történt történetileg. Fred Hoyle megpróbált az 50-es években kiszámolni, hogy mi történik a hidrogén-hélium fúzió után a csillagokban. Beleütközött ebbe a problémába. Látta, hogy nem lehet tovább menni, de a csillagok mégis tovább mentek, és ezért kiokoskodta, hogy kell lenni egy ilyen kvantummechanikai rezonanciának. Hogy lehet ilyet megvizsgálni? Hát például úgy, hogy a szénatombagot, ami ugye nagy mennyiségben rendelkezésünkre áll, mindenféle atomi lövedékekkel lövöldözik, és megmérik a reakció valószínűségeket, és Fred Hoyle ezen az alapon, hogy a csillagok termeltek szenet, mert hogy itt vagyunk, és valahonnan kell lenni annak a szénnek, ezen az alapon megjósolta és megírta a magfizikusoknak, hogy uraim, állítsátok be a műszereiteket, így meg úgy ilyen energián méricskéjetek, és ott akkor fogtok találni egy rezonanciót, hogyha egy nagy valószínűségű befogás, stb. Mert megjósolta egy atommagfizikai folyamatot, pusztán abból a tényből kiindulva, hogy ő itt van. Az ő benne levő szenet valamikor a csillagoknak le kellett gyártania, ezért valószínűleg létezik egy ilyen típusú folyamat. Természetesen mindenki hülyének nézte, ugyan már, hogy itt egy asztrológia, hogy csillagok alapján megjósolja, hogy mi van a magfizikai laboratóriumban, aztán megmérték és kiderült, hogy stimmel. Most néhány éve utána számoltak itt nálunk az egyetemen ennek a folyamatnak, most azóta már sokkal többet tudunk az atommagfizikáról is, minden. Utána számoltak, hogy rettentően éles rezonancia, tehát ilyen ezrelékeket, milliómodokat kéne odébb állítani a paraméterek, és már is nem így történne. Marha szerencsénk van, hogy így vannak ezek a paraméterek, milyen kölcsönhatásokról van szó, megint az erős meg az elektromágneses kölcsönhatások, milyen erővel taszítják egymást, milyen meleg egy csillag, stb. Csomó dolog itt beleszámít. Nagyon éles a rezonancia, nagyon kicsit kéne elhangolni a világnak a paramétereit ahhoz, hogy ez nem működjön. Most persze mi történik később egy szénatommaggal? Létrejött ez a három alfa részecskéből, három héliummagból a szénatommag, az még befoghat egy negyediket is, mi lesz belőle, 16-os oxigén. Hát az megint kell nekünk, mint az oxigén. De hogyha az összes szénatom befogná az alfa részecskét, akkor nem marad a szén. Ott is van egy ilyen rezonancia, de egy kicsit elcsúszik. Szóval az atommagok egy része befogja az alfa részecskét, másik nem, és ezért később, amikor szétszedik a rendszert, ugye a szupernova robbanás szétdobja az egészet, akkor lesz benne oxigén is, de marad szén is. Tehát így lehet elképzelni megint közlekedő edényekkel ezt az egészet, hogy itt volt az eleje a biztonsági szereppel, indultunk a hidrogénből, létre a hélium, innen valahogy letörlődött, itt volt egy zár. Tehát ez a csatorna el van zárva, nem lehet tovább menni. És ide valaki beépített egy ilyen kvantummechanikai szivattyút, ami átszivattyúzza ezen az akadályon az anyagot, megy tovább, létrejön a szén. Innen tud tovább csordogálni, de azért nem annyira, itt is marad benne. Mindenki látott már ilyet, minden lépcsőzetes vizesések meg egyebek. Nem az történik, hogy lezúdul az egész és alul összegyűlik, hanem kialakul egy ilyen stacionális állapot, mindegyik kis tavacskában van valamennyi víz, és aztán utána bukik tovább, és ha az egészet szétszednék, akkor ki lehetne számítani, hogy ebből ennyi van, abból annyi van, tehát ezek az arányokat. Utána az oxigénen megy tovább, de oxigénből is marad sok. Úgy vannak a paraméterek, hogy marad elég szén, atommag, marad elég oxigénatommag, egyáltalán létrejönnek a szénatommagok is. Mindezt az erős és az elektromos kölcsönhatás hozta létre. Most tessék megint elképzelni, hogyha versenytárgyalást hirdetünk a világ teremtésére, és a csillagok konstruálása az a feladat, hogy állítsuk be a kétféle kölcsönhatásnak, az erős meg az elektromágnesek a paramétereit úgy, hogy az elején legyen egy ilyen szűk keresztmetszet, az a bizonyos biztonsági szelep, hogy ne robbanjon fel azonnal a csillag, de azért mégis megindul a fúzió. Később viszont az öreg csillagokban ez a szenes mechanizmus is menjen tovább, tehát itt ne álljon meg a folyamat, hanem létrejön a szén meg az oxigén. És mindehhez nincs két külön berendezésünk, ugyanazzal a dologgal, tehát az erős meg az elektromágneses kölcsönhatással kell manipulálni. Hát ezt szerintem egy mérnök se vállalna ennek a megkonstruálását. Mi történik később? A csillagok legyártották, a nagyobb csillagok a belsőkben legyártják a nehezebb atommagokat, eljutnak a vasig.
amikor a vas az a energetikailag legstabilabb atomnak. Utána már a magfúziós folyamatok már nem mehetnek, tovább nem termelnek energiát. Ekkor győzedelmeskedik a gravitáció, elkezd a csillag összeomlani. Ekkor nagyon meleg lesz a belsejében, mindenféle extra folyamatok mennek végbe, most már olyanok, amik nyelik az energiát, ekkor jönnek létre a nehezebb atommagok, urán meg arany meg ehhez hasonlók, és ráadásul megint megindulnak a nagy sűrűség miatt olyan gyenge kölcsönhatási folyamatok, hogy bizonyos atommagok szétesésénél rengeteg neutrinó keletkezik. A csillag elkezd gravitációsan beomlani, a sűrű forró magban már 100 milliárd fok a hőmérséklet, innen neutrinó sugárzás indul ki. Ugye a neutrinókra azt kell tudni, hogy nagyon átható képesek, ők csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt. Közönséges neutrinók, amik a csillagokból jönnek, ezek 100 fényév vastagságú ólomlemezen is áthatolnának, ezt kísérték, még nem végezték el, csak számolták. Tehát ezzel is áthatolnának. Viszont itt az összeomlott csillagban olyan nagyon extrém körülmények vannak, egyrészt a neutrinók is nagy energiájuk, másrészt sűrű és forró az anyag, hogy itt a szabad úthoz nem fényévekben mérendő, hanem méterekben, 100 méter megtétele után a neutrinó sugárzás elakad. Elakad, de az impulzusát leadja, tehát megy kifelé, megakad a szembe jövő forró anyagban, neki adja az impulzusát, és kilöki. És ezzel fújja le a csillag külsejét, így lesz belőle szupernova, középen ott marad a sűrű neutrinó csillag, itt a táguló gázfelhő szupernova robbanásba, ami viszi ki a csillag által legyártott nehéz atommagokat, aztán abból később lehet bolygókat barkácsolni. Mi történne, hogyha a neutrinok egy kicsit másképp viselkednének? A neutrinok keletkezése is, meg a neutrinok elnyelődése az atommagokban, ez is a gyenge kölcsönhatás által szabályozott folyamat. Ha gyenge kölcsönhatás 10%-a gyengébb lenne, nem, először a 10%-a erősebb. Ha erősebb lenne, akkor innen nem jönnének ki a neutrinok. Durván megfogná őket az atommag, és nem szabadulnának kiből a neutrinok. Ha gyenge kölcsönhatás viszont gyengébb lenne egy kicsit, akkor itt nem akadnának meg a szembe jövő gázban, tehát nem 100 méter lenne, hanem mondjuk 1000 kilométer lenne a szabad úthoz, akkor kijönnének az összeomlott csillagba. Az összeomlott csillag akkor ilyen 100 kilométer, 1000 kilométer nagyságrendű, azon túlmennének, aztán onnan már nyilván repülnének szabadon. Akkor nem tudnák lefújni a csillagnak a külsejét. A gyenge kölcsönhatást egy kicsit erősebbre, vagy kicsit gyengébbre választanánk, akkor hiába gyártanák le a csillagok a nehéz atommagokat, ezek nem jönnének ki, és akkor később nem lehetne belőlük bolygó. Ahhoz, hogy legyenek bolygók, kőzetek, csillagászok, ahhoz ki kell szabadulni a nehéz atommagoknak a csillagokból, és ahhoz a gyenge kölcsönhatás paramétereinek nagyon pontosan olyanoknak kell lenni, mint most, mert ha nem, akkor nincsenek bolygók. Itt most ugye a gyenge, meg az erős, meg a gravitációs kölcsönhatásnak a paramétereit kell összehangolni. Képzeljük el, most az ember itt jegyzetelget, hogy a univerzumot tervező mérnöknek az ember elmondaná ezeket az adatokat, és akkor fölírná, hogy akkor ennek a két kölcsönhatásnak az arányainak olyannak kell, hogy annak a kettőnek olyannak, egy idő után az egyenletrendszer túlhatározat lesz. Hát ennyit már néhány paraméterrel nem tudunk megcsinálni. Hát éppen kés csoda, hogy összejött. Nézzük meg, nagyban az egész univerzumot. Hogy itt voltak ezek a bizonyos Friedman-féle görbék, amik megmondják az idő függvényében a világegyetem méretét. Végtelen sok ilyen zöld rajzolt görbe van, ami elindul a nagybumban, aztán a nagy recsben ér véget. Végtelen sok kékkel jelölt görbe van, amik távolnak a végtelenség, és van köztük egy ilyen kritikus görbe. Most azt tételezzük, hogy nincs kozmológiai állandó. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a sűrűség, adott pillanatban a sűrűség egy kritikus sűrűségnél kisebb, akkor a gravitáció nem tudja megfogni a szétspricceló anyagot, akkor valamelyik kék görbén vagyunk. Ha egy kritikus sűrűségnél nagyobb, akkor valamelyik zöld görbén vagyunk, mert a szétrepülő galaxisokat megfogja a gravitáció és visszahúzza. Na most, ez 10 évvel ezelőtt, amikor ezt a fóliát írtam, akkor azt mondtuk, hogy a valódi és a kritikus sűrűségnek a kritikushoz mért nagyságrendet az olyan, hogy a valódi sűrűség az körülbelül a kritikus sűrűség tizede és tízszerese között van. Most már pontosabb értékünk van rá. Mindenesetre, hogyha valaki a laborban ilyesmit mondaná, hogy az autó hossza 3 méter, de lehet 30 centi és 30 méter is, akkor mindenki nagyon mérgesen nézne, vagy egyszerűen ilyen pontos mérések, hogy a hőmérséklet 10 fok, de lehet 1 és 100 is. Hát ez azért nem pontos mérés.
Hát miért van ez? Azért, mert tudjuk, hogy nagyon nehéz mérni a világegyetem távolását, a Hubble állandot. Hubble állandó ennek a görbének a meredeksége, és ahhoz tudni kéne pontosan, hogy milyen messze vannak a galaxisok. Azóta ezt már megmértük, most már olyan pontosan tudjuk, hogy körülbelül 1% pontossággal rajta vagyunk a piros görbén. Illetve esetleg egy picikét fölötte. Sőt, azt hiszem most már ezrelékes pontosság, éppen megint a mostani meteorban láttam egy olyan adatot, hogy ezrelékes pontossággal tudnak mondani, hogy hogy vagyunk rajta a piroson. Minden esetre az, hogy most 1% egy nagyságrenddel ott vagyunk, az egy ilyen 10 évvel ezelőtti értelemben, hát mérnöknek nem jó, de csillagásznak elég pontos érték. Ha itt lennénk mondjuk egy ugyanekkora görbé, akkor mindenki azt mondja, hogy a világegyetem a végtelenségig tágul, hát lehet, hogy gyorsabban, lehet, hogy lassabban. Ha itt lennénk, akkor lehet, hogy 50 milliárd év múlva összeroppanunk, lehet, hogy csak 200 milliárd. Istenem, de ugyanaz a sztori. De mivel ide tettük, ezért ebbe az intervallumba beleférnek a végtelenségig táguló, meg összeroppanó modellek, és akkor az ember izgulhat, hogy kigyőz a gravitáció vagy a tágulás. Jó, most ilyen a pontosság. De ha megyünk vissza, akkor ezt az arányt, hogy a valódi sűrűségnek és a kritikus sűrűségnek a kritikushoz mért aránya, tehát ez a behangolás pontossága, ez hogy változik az időben, ezt is ki lehet számítani. A kritikus sűrűség se állandó, hanem az egy változó érték, aminek szintén lehet követni a modellekben az időfüggését. Az jön ki, hogy ez az arány, ez az idővel arányosan változik. Hogyha most egy nagyságrend, akkor régebben sűrűbb. Tehát követi vissza az ember ezeket a görbéket, hát itt egyre sűrűbben vannak. Meddig kell visszamenni? Hát a Planck-korig. Miért? Mert addig tudunk. A Planck-kor az 10-40 valahányadik a másodpercnél volt. Az előtt garantáltan a kvantumgravitáció uralkodott, amiről már sokszor volt szó, hogy az még nincs. Mármint az elmélete. Ha a világegyetem bizonyos tulajdonságait a kvantumgravitációs korszak határozta meg, akkor azt nem tudjuk kiszámítani, csak azt meg tudjuk mondani, hogy annak a felvonásnak a végén milyen paraméterekkel bújt elő abból az őstojásból a világ. Hát odáig visszakövetjük a tágulást, ugye az 10-45-en másodpercnél volt, most meg 10-18-on, másodperc az durván 60 nagyságrend. Hogyha most egy nagyságrend pontossággal tudjuk, akkor ott, nagy bomb után nem sokkal, 60 nagyságrend pontossággal rátették az univerzumot a piros görbére, egy picivel fölé vagy picivel alá, tehát 10-60-on, ugye 1,00060-nál teszünk egy egyest. Ilyen pontosan. Hát tessék elképzelni, hogyha valakinek megint csak a műhelyben azt mondanak, hogy egy autó főtengelyt kérünk 60-tizedes pontossággal. Hát hogy hova küldenék, azt nem is kell részletezni. Mi történne, ha csak 50-tizedes pontossággal hangoltuk volna? Hát hogy a műhelyben az is elég durva lenne. Akkor az történik, hogy rajta lennénk valamelyik zöld görbén, vagy valamelyik pirosan, de már 1 millió év múlva már összeroppant volna a világ. Hát nem is lett volna ideje kialakulni a galaxisoknak, mert úgy szép ment, aztán már is összeesett. Vagy pedig, hogyha a kék görbék valamelyikén lennénk ilyen pontosággal, akkor 1 millió év múlva már annyira szétspriccelt volna a világ, hogy minden egyes atom, amik itt létrejöttek, azok olyan messze lennének a másiktól, hogy nem lenne már sose esélyük összegyűlni és egy galaxist alkotni. Tehát 50 tizedes pontosság az már rossz lenne. Ha viszont 70 tizedes pontossággal, tehát kicsit stahonista módon túl teljesítenénk a dolgot, akkor annyira sima lenne a világegyetem, nem lennének rajta olyan fodrozódások, hogy akkor még ma sem lennének galaxisok. Arról már többször beszéltem, hogy az, hogy egyáltalán miért vannak galaxisok, az kritikus dolog, azon még sokat vitatkoznak, és a következő évtizedekben sokat fognak vitatkozni a részleteken, hogy is alakultak ki a galaxisok. Mindenesetre a világ sokkal simább lenne, akkor nem tudnának azok a fluktuációk felnövekedni, és akkor ma sem mennének ilyen tömegkülönbségek, hogy galaxisok meg galaxis közti üres terek. Ez a 60 tizedes, ez egyszerűen fantasztikus pontosság, minden esetre pont jó pontosság, hogy itt egy idő után legyen benne élet. Ezt az egészet másképp is el lehet mondani. A világegyetem alap paramétereiből, az alapfizikából, a kvantumelméletből, gravitációból, relativitásából össze lehet rakni egy természetes idő paramétert, azt mondta Planck idő. Van benne G, H, C, tehát H vonás C per, hogy van, G-szer H vonás per C köbnek a négyzetgyöke, C az ötödiken ennek a négyzetgyöke, ez a 10-45-en. Tehát olyan értelemben természetes, mint hogyha meglengetek egy ingát, akkor annak van egy ilyen karakteres szükség, de körülbelül egy méteres inga, körülbelül egy másodpercenként leng egyet. A paramétereiből ki lehet számítani. Nézzük meg, hogy viselkedik egy ilyen inga, mégpedig Rudingát
nézzük. Ja, a madzagos inga az ellazul, egy rúd inga nem tud ellazulni. Itt van egy ilyen 1 méter hosszú, ami körülbelül 1 szekundumos rezgés idejű. Ha kis kitéréseket csinálunk, akkor úgy is egy rendes harmonikus oszcillátor, a kitérés nagyságától függetlenül 1 másodperces lengéseket végez. Ha jobban kitérítem, akkor már egy kicsit eltér tőle, itt már bonyolultabb a számolás, tehát akkor a periódus idő egy kicsit nő, de még mindig így lengedezik. Fölfelé a kitérés szöge van, hát itt lengedezik. Ha meg jól meglököm, akkor így körbe kezd forogni. Okay. Ezt úgy lehet rajzolni, hogy megy fölfelé, és aztán csak túllendül a 180 fokon, aztán már 300, aztán 540 fok, tehát nem tér vissza, hanem megy tovább. A kétféle mozgást elválasztja egy kritikus görbe, ugye mekkora kezdősebességet kell neki adni, annyit, hogy olyan legyen itt a mozgási energiája pont, mint a alulról a föntig fölkapaszkodásnak a helyzeti energiája. Ezt ki lehet számítani, hogy mekkora sebességgel kell meglökni. Ki lehet azt is számítani, hogy mennyi idő alatt ér föl oda? Hát végtelen idő alatt, ez a piros görbe. Ha pont a kritikus sebességgel lököm meg, akkor végtelen idő alatt elérkezik a 180 fokhoz. Ha egy picit jobban lököm meg, akkor túllendül, ha egy picit kevésbé, akkor itt valahol megáll, aztán visszajön, és akkor ilyeneket csinál. Vagy ha úgy azt akarom, hogy a piros görbén menjen, de nem vagyok elég pontos. Hát sosem lehetek elég pontos, én nem az Úristen vagyok, aki végtelenítőleges pontossággal lövöldöz, hanem fizikus, aki véges pontossággal, vagy egy picit több, vagy egy picit kevesebb sebességet adok neki. Ha egy picit kevesebbet, akkor előbb-utóbb vissza fog jönni. De ez inkább utóbb. És hogyha kicsit többet, akkor előbb-utóbb túllendül, de nem előbb, hanem inkább utóbb. Tehát a görbék itt sokáig együtt haladnak, aztán csak később fognak úgy elválni. Képzeljük el, hogy most már meglöktük 10 000 évvel ezelőtt ezt az ingát, most már itt jár egy ilyen milliómat szög másodperc a tetőponttól, megy még arra felé. Tehát olyan lassan megy, hogy nehéz pontosan megmérni a sebességét. Ha tudnám pontosan a sebességét, akkor meg tudnám mondani, hogy még 1 milliárd év múlva át fog elindulni a csúcson, vagy visszafordul. Érezni. Na hát én nem tudom pontosan mérni. És akkor megint lehet még 1 milliárd évig izgulni, hogy most túlmegy, vagy nem megy túl. Ez a kritikus lelassulás. A rendszernek van egy saját karakterisztikus, a tipikus mozgások ilyen szekundumosak, de van ez a szeparáló görbe, ami elválasztja a különböző jellegű mozgásokat, és hogyha ahhoz közeli mozgást csinálunk, akkor az idők hirtelen nagyon megnyúlnak. A rendszer az sokkal tovább adott állapotban tartózkodik, mint a karakterisztikus ideje megmondaná. Karakterisztikus idejét azt a paramétereiből ki lehet számítani. Ugyanígy, hogy az univerzumnak így ki lehet számítani az ő paraméteréből ezt a karakterisztikus idejét. És a rendszer, hogyha itt van, ugye, akkor itt még mindig nem bírom eldönteni véges pontosága a mérése, hogy most akkor a kék görbén van, vagy a zöldön, tehát mi lesz a végső sorsa. Ugyanez a helyzet a világegyetemmel, ennyi lenne a karakterisztikus idő. Ha olyan tipikusan elindítanánk, akkor 10⁻³ másodperces rezgéseket végezne. Ezzel szemben 60 nagyságrenddel túlélte ezt az időt. Annyira közel indították a kritikus görbéhez, ami elválasztja, ezt az ábrát kell összehasonlítani ezzel, itt is van egy ilyen elválasztó görbe, annyira közel indult ehhez, hogy a karakterisztikus időnek megfelelő itteni gyors rezgés, vagy gyors kitágulástól eltérően, már nagyon régóta még létezik, és még mindig itt van, és még mindig nem tudjuk eldönteni, hogy mi lesz a végső sorsa. Most ahhoz képest, hogy itt az ember még milliárd évekig várna, 10 évet kellett várni, és most már el tudjuk dönteni, tehát mi ügyesebbek vagyunk, mint a természet, mert pontosabban megmértük, hogy melyik görbén vagyunk. Mindenesetre ez az érdekesség, ez továbbra is fennáll, hogy ilyen ügyesen kellett a nullához közel indítani, ott valamikor a kvantumgravitációs korszakban a világot, tehát a piros görbéhez közel, hogy még most is egyáltalán fennálljon. Most nyilván, hogyha a világ 10⁻⁷ másodperc alatt összeroppan vagy szétrepül, akkor nincsenek benne struktúrák. Egyáltalán ahhoz, hogy akármiféle későbbi struktúrákról beszélhessünk, az kell, hogy a világ elég sokáig fennálljon. Ez azt jelenti, hogy elég közel kell lenni ez a kritikus görbéhez. Hát hál' Istennek úgy van. A másik az izotrópia. Miért annyira izotróp a világ? Mi az, hogy izotrók minden irányban nagyjából egyforma. Már volt szó, hogy például a háttérsugárzás 4/10 pontossággal egyforma minden irányban. Mi lenne, ha nem ilyen lenne a világ? Ugye olyan, mint hogyha megmérjük a Föld gömböt, és akkor ezen vannak ilyen kis rücskök-bücskök, hogy mekkora az eltérés a sugártól. Hát a Földön ilyen 10 kilométeres nagyságrendűek vannak, és ezt kell összehasonlítani a 10 000 kilométeres nagyságrendű átmérővel. A
Világegyetem izotrópiája az olyan, hogyha nem teljesen izotróp lenne, akkor ez a tágulás során elkezdene nőni. Ezt ki lehet számítani. És azt mondja az ember, hogy hát valamikor itt alakult ki ez az izotróp volt, tehát mindent besöpünk, a szőnyeg, azaz a kvantumgravitációs korszak vége elé. Hát biztos azelőtt voltak olyan folyamatok. Mondhatnánk azt, hogy eleve teljesen gömbölyű és egyforma volt, és úgy kezdett tágulni, ezt nem szeretjük, hát akkor biztos ilyen általános volt, de valamilyen folyamat beállította ilyen gömbölyűre. Hogyha azt mondjuk, hogy a surlódási effektusok voltak ott lenne a kvantumgravitációs korszakban, ha nagyon anizotrop volt, erre nyúlt, arra nyúlt, akkor ott, hogy összesurlódott, szépen kiegyenlítődés után úgy tágult tovább. Ki lehetne számítani ezeket a surlódási effektusokat? Az a baj, hogy ez mint hőt termelne. A hő megjelenne abban a paraméterben, amiről már volt szóban, az S-ben, hogy hány foton jut egy protonra, és akkor a ma világ sokkal-sokkal melegebb lenne, és nyilván nem lennének benne struktúrák. Az, hogy a mai hőmérséklet 3 Kelvin, az korlátot szab arra, hogy itt mennyire volt izotróp a világ, az jött ki, hogy az ősidőkben ez az anizotrópia 10-40-en volt. Tehát a kvantumgravitációs korszakban sem lehetett nagyon nem gömbölyű a világ. Azok, hogy csináltak ilyen számolgatásokat, hogy mi történne, ha ilyen amőba-szerű lenne. Akkor nem az lenne, hogy az amőba rángatozik, tágul, és egyre gömbölyűbb lesz, aztán végül egy ilyen jól lakott kövér gömbként tágul tovább, hanem annyira össze-vissza rángatozná, hogy így átmetszené önmagát. Tehát ilyen szingulárissá összeomlan a világ. Itt az, hogy kell mondani, ez már nem is fekete lyuk, ugye olyan, mint Izland, ahol nem egy vulkán van, hanem egész hasadék mentén jön ki a ráva, hát ahol az egész világ nem egy-egy pontban lenne szinguláris, mint a fekete lyukban, hanem így metszeni önmagát, meg minden. Hát nyilván azt a közönséges anyag nem tudná túlélni. Az ilyen világok azok rövid idei rángatozás után, hogy elporladnak a semmibe. Tehát egy túlanizotróp világ, ami ilyen más lenne, abban megint nem lehetne élet. Tehát ahhoz, hogy ez a kritikus lassulás fellépjen, és túl sokáig, tehát a karakterisztikus idejéhez képest sokáig létezzen az univerzum, ahhoz annak az a feltétele, hogy már az elején is eléggé homogén és izotróp legyen. Itt van még egy olyan dolog, amit most nem írtam le, de elmondom. Hawkingnak, meg Ellisnek van egy olyan cikke, ami azzal kezdődik, hogy miért olyan nagy a világ. Az a kérdés, hogy miért olyan nagy a világegyetem. Ezt másképp is fel lehet tenni, ezt már Schrödinger megkérdezte, hogy miért olyan kicsik az atomok. Hát a válasz az, hogy nem az atomok kicsik, hanem mi vagyunk nagyok. Ugye ez ilyen szocialista vicc, hogy nem a zsömle kicsi, hanem a pofátok nagy. Hát ez valami ehhez hasonló, nem az atomok kicsik, mi vagyunk nagyok, azért, mert sok atomból állunk. Mert milyen bonyolult dolgok vagyunk, hogy tudunk beszélni az atomokról, és ehhez megfelelő idegrendszer, agy meg stb. Kell, és arra lehet becslést adni, hogy az körülbelül hány objektumnak kell összeállni ahhoz, hogy ilyen bonyolult dolgokat tudjon csinálni. Satszok szerint minimum egy ilyen kisegér nagyságrendűnek kéne lenni, tehát az már olyan emberrel összemérhető. Szóval jó csomó atomot össze kell rakni, és ő hozzá képest az már tényleg kicsi. Most meg fordítva megkérdezik, hogy miért olyan nagy a világ? Arról már volt szó egyszer, amikor a hőhalál paradoxonról beszéltem, hogy Boltzmann annak idején úgy gondolta, hogy a világnak már rég be kellett volna konvergálni a hőhalálba. Hát lehet, hogy a fluktuációk kivitték belőle, és most éppen visszatérőben van. Az ember megkérde, hogy minek ez az egész nagy marhaságét követünk. Miért nem egy kis tartományban ment ki a világ, és akkor itt rendeződött, és körülöttünk még ott lenne a nagy hőhalál. Tehát a forró kemencében, ahol minden egyforma, abban lenne itt egy kis normális sziget, ahol lennének különbségek. És Hawking meg Ellis ennek számoltak utána, hogy az egész világegyetemnek a tágulása, meg az egésznek a dinamikája nem tenné lehetővé az, hogy helyileg kialakuljanak ilyen kis helyek, mert ilyen bonyolult rángatozások elrontanák a helyi rendeződéseket. Ahhoz, hogy itt egy adott helyen rend legyen, ahhoz körülöttünk egy nagyobb rendnek kell lenni, jó nagynak. Tehát azért olyan nagy a világ, és az volt a cikknek a híres befejezése, mert itt vagyunk. Most ebben a mert szóba ebben sokan belekötöttek. Ugye a mert szót azt használja az ember okhatározói, meg célhatározói rendetetése. Tehát, hogy az az oka annak, hogy a világ nagy, hogy mi itt vagyunk. Hogy tudjuk mi a mi mostani itteni létünkkel a világegyetem kezdeti paraméterét befolyásolni. Vagy cél, vagy izé, vagy szóval, hogy kell ezt a mertet összerakni. Úgy lehet értelmezni, hogyha az ember elsőre szépen simán próbálja, hogy ha nem ilyen lenne a világ, akkor mi nem lennénk itt.
és akkor mi nem tehetnénk fel ezt a kérdést. Tehát mi itt vagyunk, tehát a világ ilyen, de ez nem okozás, hanem egy feltétel, hogy hát a világ ilyen, ezért mi itt lehetünk, ezért lehet ezen töprengeni. Ezt a részt ezt nevedd fel, mert ez most már nem érvényes. Azóta itt már mindenféle új dolgok történtek. Jó, tehát a kozmológiai állandóra múltkor beszéltem, az ügyben már az utóbbi 10 évben megváltoztak a viszonyok. Erről szintén volt szó korábban a nagy számokról. A 14-en és a hatványai gyakran bukkannak föl. Ez is bizonyos értelemben a világegyetemnek valamiféle furcsa paramétere. Ez a kombinációja az univerzális konstansoknak, ez amíg kb. 10-40, ennek az egyik hatványa mondja meg azt, hogy hány csillag van, vagy hány atomból áll egy csillag, de ennek a különböző hatványai szabják meg azt, hogy például az egész univerzumban 18-an részecskét látunk, stb. Az a kérdés, ezek között miféle kapcsolat van. Ez nyilván nagyon különböző helyeiről vett, a fizikának és a csillagászatnak nagyon különböző helyéről vett paraméterek, de hasonlóan is megint valami közük van, és kérdés, hogy nem valamiféle strukturális tulajdonsága, vagy valami véletlen. Na hát egyre ennyi példát mondtam itt arról, hogy ha fizikai állandók ilyenek vagy olyanok lennének, akkor nagyon másféle lenne a világ. Amikor ez a 70-es évek közepén Carter kitalált néhány ilyen példát, akkor mondom, először nem akarták elfogadni. Aztán később beindult a nagy üzem, és nemrég, amikor összegyűjtötték ezeket, és leírták, hogy miféle ilyen antropikus példák vannak, akkor 140-nél több ilyen példa volt. Ezek nyilván nem mind függetlenek, hanem egyikből a másik következik meg egyébként, de így is nagyon sokféle van. Tehát sokféle okból nem létezhetnénk, de kész csoda, hogy vagyunk. Azelőtt nekünk még azt tanították, mert most én sokszor itt mindig a filozófusokat meg emlegettem, a nekünk tanított marxizmus, de ez nem a marxizmuson múlik, hanem egyáltalán a 60-as évek közepéig volt ez a nagy tudományos optimizmus, amit úgy adtak elő, hogy hát megismerjük a világegyetem törvényét, és abból az következik, hogy valahogy a világegyetem az ős káosztól eljutott az emberig. Hát maga ez az egész nagyrobbanásos sztori is valami ilyesmi, az ember rekonstruálja a történetet, kezdődik a részecskék, plazmája, stb. Abból kialakulnak a hidrogénfelhők, hidrogénfelhőkből galaxisok, csillagok udvariasan legyártják a nehéz elemeket, ezt udvariasan szétpöfékelik, abból összeállnak a bolygók, kellemes bolygókon víz is van, lesz amőbe, stb. Egyszer csak fölnéz az égre, és nagyon büszke magára, és rekonstruálja a sztorit. Tehát egy diadalmenet volt az út az őskáosztól az emberig, hát annak idején azt is hozzátették, hogy a szocialista emberig, ami az egésznek a csúcsa. Most viszont azt láttuk, hogy nem így van, hanem ez a diadalmenet, ez inkább olyan, mint a Szkylla és Charybdis között bujkálás, csak ugye, ha erre megyek, így halok meg, ha arra megyek, úgy halok meg, csak itt sokkal kisebbek ezek a szakaszok, ilyen 10-40, nem tudom, ilyen kis lukakon kell átbujkálni, szóval sokkal könnyebb a tevének átbújni a tűfokán, mint a világegyetemnek létrehozni egy tevét. De mégiscsak létrehozta a tevét, meg az embert is. Tehát a sokféle módon nem létezhetnénk. Meg lehet fogalmazni Descartes, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Vagyok, tehát az erős és a gyenge kölcsönhatásnak a viszonya ennyi meg ennyi, kielégíti ezt az egyenletet. Tehát a proton per foton aránya az nem nagyobb, mint 10-en, stb. Föl lehet ezt mind sorolni. Tehát vagyok, és ebből egy csomó ilyen következtetést le lehet vonni. Na most... ezt aztán lehet filozofilag interpretálni, és hogy is van ez, hogy vagyok. Természetesen a legegyszerűbb, és hát a tradicionálisan behúzalozott gondolat, mert az, hogy íme, bebizonyítottuk azt, hogy a világ úgy van tervezve, valami intelligens tervező, vagy Úristen által, hogy mi lehessünk benne. Hát benne van a Bibliában, hogy az ő képére hasonlóságára odaadta, hogy lakjunk benne, és nevezzük el, stb. Hát íme. Még az is benne van, hogy ez ilyen ravasz úristen volt, hogy nem mondta meg rögtön az Ádámnak ezeket a paramétereket, hanem néhány ezer év kellett, amíg aztán az ember rájön erre a sok mindenféle kiszámolja, és utólag akkor elkezdi tisztelni, hogy milyen ravasz fizikus, meg mérnök, meg magfizikus, meg egyéb volt az úristen, aki összerakta ezeket a paramétereket, hogy ennyire mindenképpen stimmeljen, hogy így átbújjon a tűfokán, és akkor végül le lehessen gyártani ezt a világot. Vannak, akik most is úgy gondolják, nemrég volt egy konferencia, ahol megkértek arra, hogy meséljem el ezeket a dolgokat, és kiderült, hogy ott összegyűltek az összes magyarországi egyházaknak a vezetői, és ünnepelték magukat, hogy a tudomány bebizonyította Istent. Aztán a végén nagyon csúnyán néztek rám, amikor mondtam, hogy arról szó sincs, hogy bebizonyította volna, tehát ezt nem csak így lehet interpretálni, ezek tudományos tények, az viszont, hogy ki hogy interpretálja, az a saját világnézetétől függ, és a kettő között nincs közvetlen kölcsönhatás.
Majdnem visszavették az ajándékot. Na, mindesetre az egésznek a filozófiai vonatkozásairól van egy nagyon jó magyar könyv. Létezik egy filozófus, aki érti a fizikát, úgy hívják, hogy Székely László, és ő, aki megjelent erről egy könyve, az Emberarcú Kozmosz címmel. Azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Ő ezeket a tudományos dolgokat az elején valahogy röviden összefoglalja, és utána ezt megpróbálja elhelyezni a filozófia történetébe, különböző ötletekhez kötni, ennek az interpretációnak a különböző vonulatait, hogy melyik nagymarhasság, melyik kismarhasság, és így tovább, és hogy melyiket hogy lehet visszavezetni Platonhoz, meg Arisztotelészhez, és egyébként nagyon érdekes dolgokat okoskodott ki belőle. Na, mindesetre milyen jellegű gondolatok bukkanhatnak föl? Hát befolyásolhatja a megfigyelő jelenlét az univerzum tulajdonságait. Hogyha okságra gondolunk, visszafelé, hogy mi itt vagyunk most, és ezzel visszamenőleg meghatározunk, hogy milyenek a paraméterek, akkor nyilván nem, mert ilyen visszafele okság nincs. Majd mindjárt megbeszéljük, hogy van-e. De elsőre az ember azt gondolja, hogy most innen nem tudom befolyásolni, hogy az ősrobbanás idején milyen paraméterek alakultak ki. Van egy nagyon érdekes példa arra, hogy ezeket a furcsaságokat valamennyire ki lehet magyarázni természetes módon. Ugye, azt hiszem, ezt már elmeséltem a részleteket pár előadással ezelőtt, ugye volt egy ilyen típusú kapcsolat, hogy a nagy számok, ez a 10 a 40-en, mondjuk annak valamelyik 60, a 10-60-a, ez fölbukkan az univerzum életkorával kapcsolatban is, hogy valamilyen természetes egységekben számítva az univerzum életkora az 10-40-en, és hogy a gravitáció meg a elektromos erőnek az aránya is ilyen 10-40-en. Ez amiből Dirac azt a következtetést mondta le, hogy a gravitáció változik egy pertével, erről beszéltem pár héttel ezelőtt. Na most, van egy másféle megoldás, amit Dicke okoskodott ki. Következő. Mi az, hogy az univerzum életkora? Hát ez a mai korszak. Mi az, hogy ma, amikor én itt vagyok? Mikor lehetek én itt? Hát, hogyha már legalább egy csillaggeneráció leélte az életét, és legyártotta azt az anyagot, amiből én lehetek. Tehát én nyilván 5 másodperccel a világegyetem keletkezése után nem tehetem fel ezt a kérdést, mert akkor még nem voltak ilyen anyagok, nem volt elég idő amőbák meg emberek gyártására. Tehát az a korszak, amikor én körülnézek a világban, az legalább egy csillagnak az életkorával egyezik meg. A csillagnak az életkorát viszont ki tudjuk számítani atomfizikai konstansok alapján. Meg tudjuk mondani, hogy mekkorának kellene egy gázfelhőnek, ami legalábbis csillagként begyullad. Meg tudjuk mondani, hogy mennyi energiát tud ez felszabadítani, ebből tudom szerintem, mennyi idő alatt szabadítja föl. És akkor ilyen atomfizikai konstansokból, ugye ez a nukleáris idő is kilakható H-ből, C-ből, protontömegből, stb-ből, így ki lehet számítani ezt az értéket, és kijön az, amit ott kísérletileg megfigyeltünk. Tehát, hogy mennyi idős egy csillaggal, kijön az, hogy a csillag átlagos életkora 10 milliárd év. És akkor ezt úgy kell interpretálni, ezt a kapcsolatot, hogy amikor én körülnézek a világba, akkor legalább 10 milliárd éves a világ. És nyilván itt vannak benne ezek a mindenféle atomfizikai konstansok, és abban, hogy most, abban meg ott van a Hubble idő, tehát a világegyetemnek az életkora. Most ez akkor nem egy univerzális kapcsolat, hogy a világegyetem életkora meg az atomfizikai konstansok között mindig van egy ilyen kapcsolat, mint ahogy Dirac gondolta, hogy a G az változik az idővel, hanem az a korszak van kitüntetve, amikor én ilyen kérdéseket feltettek. Én vagyok kitüntetve. Ez az, amit mondtam az elején, hogy az, hogy az ember létezik, az valahogy hirtelen összekapcsolódik a világegyetemnek a alaptulajdonsága. Nem geometriailag kerülünk a centrumba, hanem bizonyos kérdésfeltevések át. Én megkérdezem a világnak a paramétereit, és azt nem tehetem akármikor és akárhol. A világ bizonyos korszakában lehet. Tehát nem láthatok olyan világot, ahol a Hubble idő jóval kisebb, mint a 10 a valahányszoros a magfizikai időnek, mert akkor én még nem voltam, és nem is lehettem. Természetesen meg lehet kérdezni, hogy miért nem 10 000-szer annyi idő telt el a nagy bumbóta, mint ami minimálisan kezdkezett. Tehát miért egy csillaggeneráció ért el az életet, és miért nem 10 000? Hát erről még lehet még filozofálni, mert ennek a gondolatnak a gyengesége. Ez a gondolatmenet mindesetre egy olyan típusú gondolatmenet volt, ahol engem, magunkat, az élőlényeket, a kérdésfeltevőket bevontak egy fizikai gondolatmenetbe. Tehát ez volt az egyik ilyen, aztán később utána rájöttek, hogy tulajdonképpen ugyanezt csinálta, amikor a szénatommagokkal kapcsolatos problémáról beszélt. Kell lenni egy ilyen fizikai paraméternek, mert különben nem lenne szén a világon, és nem lennék itt él. Utólag megtalálták ezeket. És úgy lehet mondani, hogy a megfigyelők léte korlátozza a megfigyelhető dolgokat.
Ez az, amit úgy szoktak mondani, hogy antropikus elv, vagy a lakható világ elve, és annak is a gyenge alakja, mert többféle alakja van. Sokféle szerző, sokféle módon fogalmazta meg. Hát nem lehet akármilyen világot megfigyelni. Hát legalább olyan, legalább ennek lenni a világnak, hogy legyen benne megfigyelő, mert különben nem figyelheti meg senki. Ebben az értelemben ez összefér a természettudománynak a szokásos ilyen kauzális magyarázatával. Valami olyasmi van benne, hogy hát én is valahogy a világegyetem történetének az egyik következménye vagyok, és nyilván, hogyha olyan lenne a világegyetem, hogy engem nem hoz létre, akkor én nem tudnék körülnézni. Az ént most természetesen teljesen általános értelemnek kell, nem emberre, hanem akármiféle eléggé bonyolultan szervezett értelmes lényre kell gondolni, akár homokból van, akár higanyból vagy plazmából. Tehát eléggé bonyolult struktúra. Ezen persze lehet vitatkozni, hogy miféle élőlények lehetségesek. Ugye a fekete felhő, meg a plazma lények a nap belsejében, amiket a sci-fi-írók felvetettek, stb., hogy ezek létezhetnek-e, és hogy az ő paramétereikhez kellenek-e például atomok, vagy kell-e víz, meg ilyesmi, vagy létrejöhet-e. Ugye maradjunk abban, hogy pillanatnyi tudásunk szerint élőlények kémiai üzemanyaggal működnek, és nem biztos, hogy szénből vannak, azért most szerint csak szénből, stb. És nyilván bizonyos hőmérséklet tartomány korlátozza őket, valószínűleg bolygókon vannak, hát az ilyeneket mindenképpen egy csomó ilyen feltétel, amiről az előbb beszéltünk, ez korlátoz azt a világot, amit lehet. Tehát úgy is mondhatom, hogy szerencsére a világ olyan, hogy vagyok és láthatom, hát hogyha nem lenne ilyen, akkor nem lenne szerencsém, és nem láthatnám, de nem lenne módom ezen csapánkodni. Na most egyesek kimondták ennek az elvnek az erős változatát, ami azt mondja, hogy a világnak olyannak kell lennie, hogy valamikor legyen benne megfigyelő. Na hát ezen már megint többen felhördültek, mi az, hogy kell. Hogy merünk mi, hogy mer a természettudomány beledumálni a világban, hogy merünk feltételeket szabni. És akkor a Székely-Laci ezt megint szétválogatja, hogy kétféleképpen lehet ezeket a dolgokat gondolni. Egyrészt ontológiailag, tehát lételmélet. Mi az, ami van, mi az, aminek a léte szükségszerű, mi az, ami véletlenszerű. Az ezzel kapcsolatos probléma. A másik pedig a megismerés tudomány szempontjából. Hát a megismerés tudomány szempontjából ez egy teljesen értelmes állítás, hogy olyannak kell lennie. Hát itt vagyok, látom, megismerem a világot, hát akkor amit én megismerek, amit leírok magam körül, annak a világnak olyannak kell lennie, ami lehetséges. Tehát én fölállítok egy modellt a világra, kiszámítom, hogy mi történik, és kényelmi, hogy itt most 1 millió fok van, akkor biztos rossz modellt csináltam, mert akkor abban nem jött ki az, hogy én lehetek. Tehát megismerés értelmében ez a kell, ez teljesen oké. Egyesek viszont ezt tényleg komolyan gondolják úgy, hogy ez ontológiai elf, hogy ténylegesen a létnek a szükségszerűségéről beszél. És az egyik szerző felkiált az egyik cikknek a vége, hogy mire való lenne egy megfigyelhetetlen világ. Hát akkor itt most már a szokásos természettudományi szerzők és interpretálók tépik a hajukat, hogy mi az, hogy mire való. Hát a világ nem arra való, hogy valamire való legyen, hanem van, aztán mi csak megfigyeljük. Ilyenkor akkor már jönnek a seprűvel, hogy minek beszélgetünk bele. Most ennek a gondolatmenetnek azért van néhány filozófiai alapja. Pontosabban, hát jó bonyolult módon próbálják megmagyarázni, de hivatkoznak korábbi dolgokra. Az egyik az természetesen az, amit már mondtam, hogy hát az Úristen az ember számára teremtette a világot, tehát nyilván olyan teremtett, amiben az ember létezhet és jól érezheti magát. Ha 6 napot, akkor szimbolikusan kell érteni, 6 kozmológiai korszak, hadronkor, stb. Hát, hogyha ezt tudták volna az 5000 évvel ezelőtti párszorok, de mindegy, de szóval valahogy így lehet interpretálni. A másik az a pozitivizmus. 100 évvel ezelőtt a pozitivizmus volt a tudománynak a metodikája, filozófiája, azt mondták, hogy az valami megfigyelhető, ami nem figyelhető meg, az a mi hozzátételünk. Tehát nincs olyan asztal, hanem vannak bizonyos tulajdonságok, színek, hangok, hullámok, nyomásérzékek, stb. Érkeznek, és ezt én agyilag összerakom egy olyan objektumba, amit asztalnak hívok. Ugyanígy csillagok, stb. Az egy jó hipotézis, hogyha sokszor hasonló jellegű, koherens információk érkeznek, akkor valamiféle objektum van, aminek ezek a tulajdonságai, de csak hipotézis. És én valami szűrőn átnézem a világot, ugye szoktak a Platonra hivatkozni, ül valaki a barlangba, és háta mögött ott kint a barlang száján kívül zajlanak az események, és akkor valami bonyolult vízfények, meg árnyékok itt megjelennek a barlang falán, és én azt nézegetem, és abból próbálom kitalálni, hogy mi történik odakint.
némely görög tragédia olyan zavaros, hogy biztos így írták. Tehát ezeket a vízfényeket nézegették. És akkor sosem fogok tudni közvetlenül kinézni és látni a világot, hanem a érzékeim, lehetőségeim által korlátozva vagyok. Ennek aztán mindenféle milyen motiváció meg erősítése voltak. Ebből egyesek eljuthatnak odáig, hogy ha nincs megfigyelő, nem lát senki semmit a világban, akkor az a világ valamilyen értelemben nem is létezhet. Tehát megfigyelő nélküli világ nincs. Na most ez ugye megint csak nem egyezik meg azzal, amit az ember gondol most, ahogy úgy mondjam, szokásos köznapi józanésszel a világról, hiszen azt mondjuk, hogy mondjuk ember az néhány tízezer éve van, vagy legalábbis ilyen majdnem gondolkodó az egy, mondjuk legfeljebb egymillió, de azelőtt is volt világ, és történtek benne mindenféle objektíve létező események, aztán egy idő után elkezdtük megfigyelni. Ez a végletekig vitt pozitivizmus, ez minden esetre durva, és ebből viszont lehet ilyesmit mondani, mire való egy megfigyelhetetlen világ. Na és akkor van még egy olyan interpretáció, ami ennél tudományosabbnak hangzik, de azért nem egészen az, csak minden esetre jobban lehet képviselni, ez pedig a kvantumelméletre hivatkozik. A kvantumelmélet, mióta a 20-as években létrejött, meg nem szűrő lendülettel vitatkozik a megfigyelő és a megfigyeltnek a kettősségéről kapcsolatáról. Schrödinger macskájára kell gondolni, hogy valami olyasmi történik, hogy egy atomfizikai folyamatnak az eredményétől függően valamilyen automata megöli vagy nem öli meg a macskát a dobozba. Na most az atomfizikai folyamat az nem olyan, hogy eldőlt, mert egy klasszikus fizikai folyamatban is ez történik. Ha leesik a kő, akkor megöljük a macskát, ha nem esik le, nem öljük meg, akkor a macska az egyértelműen döglött, vagy nem döglött, csak én nem tudom. A kvantumfizikában az van, hogy a világ olyan kevert állapotban van, hogy le is esett, meg nem is esett le, vagy elbomlott az atom, vagy nem bomlott le. Ezért, hogyha van egy kauzális kapcsolat, a macska is a döglött, meg a nem döglött, meg a kevert állapotában. Ez, amit úgy szoktak rajzolni, hogy deréktől fölfelé macska, onnantól csontváz, nyilván nem így kell érteni, ráadásul még oszcillális időben. Na most akkor mikor látom meg? Hát kinyitom a dobozt és megnézem. Senki nem látott még ilyen félig döglött macskát, tehát valamikor beugrik abba az állapotba, hogy most döglött vagy nem döglött. Vajon a megfigyelés teszi ezt? Képzeljük el, oda küldünk egy robotot, vagy egy kisgyereket, aki nem tudja, hogy van kvantumelmélet. Ő megmondja, és viszont nekem még nem mondta meg, csak két nap múlva tudom meg. Vajon két napig még a macska olyan kevert állapotban van? Vagy esetleg van egy olyan állapot, hogy az atom elbomlott, a macska megdöglött, a gyerek tudja, hogy a macska megdöglött, illetve az atom nem bomlott el, a macska él, és a gyerek tudja, hogy él, és ez akkor dől el, amikor én megkérdezem a gyerektől, hogy most mi van. És akkor én, mint a kvantumelmélet az értők, hirtelen bebillentem a világot. Ezen nagy emberek, Bortok, Heisenberg, stb. Nagyokat vitatkoznak, ma sincs végső álláspont. Hogyha ez ügyben az új és érdekes matematikai fejleményeket, akkor érdemes Szabó E. Lászlónak, vagy E. Szabó László, bocsánat, a Nyitott jövő problémája című könyvét elolvasni, abban a relativitás elméleti jövőképről létek a kvantumelméletnek ezekről a problémáiról sok érdekesség van leírva. A végső következtetés az, hogy jelenleg nem tudunk dönteni ebben. Többen azt állították, hogy lehet dönteni. Szabó Laci utána számogatott, és kiderült, hogy még nem lehet dönteni, tehát még továbbra is ez probléma. És a kvantumelmélet ezen vitatkozik, hogy vajon a megfigyelő eldönti. Vagy most akkor ugye megint arra van, hogy én megnéztem a macskát, de nem mondtam meg másnak. Most a másik azt gondolja, hogy még én is ilyen kettős állapotban vagyok. Egy harmadik meg még akkor is azt gondolja, amikor ő már tudja, de a harmadik még nem tudta. Most hogy van ez, hogy amikor már mindenkinek megmondtuk, vagy valamilyen népszavazás, hogy most akkor már a macska beugrott, amikor már az emberiség többsége tudja. És minden a kis zöld emberkékkel, azok nem tudják, hogy a macska megdöglött vagy nem döglött, akkor az egész föld még ilyen kevert állapotban, hogy a földet úgy tudja, hogy a macska megdöglött, de a zöldek még nem nézték meg, vagy nem kérdezték meg tőlünk, hogy kell ezt érteni. Szóval rengeteg ilyen furcsaság van. De mi is a kvantumelméletben a hivatalos álláspont szerint a megfigyelés és a megfigyelő meg nem válik annyira szét, mint ahogy klasszikusan gondolná az ember, és éppen ezért lehetséges, hogy is kell ezt mondani, hogy a világegyetemhez is kell valami megfigyelő. Van itt egy ábra, amit Weinberg rajzolt, nem tudom mennyire látszik, aztán nem sikerült, de ide is átrajzoltam, ha van, akkor megvan. Itt az ősrobbanás, létrejött a nagy boom, a világ változott, és egyszer csak
létrejött benne a tudatos megfigyelő, aki megfigyeli az egészet, és ezzel a megfigyeléssel bebillenti a megfelelő kvantum állapotba, és attól kezdve van univerzum. Ez nagyon jól néz ki ez az ábra, de hát ezen megint lehet tovább vitatkozni. Minden esetre a kvantumelméletben fölbukkan a valószínűség fogalma. Most az egész mai előadás során próbáltam ezt a szót kerülni, de mindenki érzi, hogy végül is erről volt szó. Nyugodtan el lehetne fogadni mindegyik ilyen esetnél azt, hogy hát a paraméterek ilyenek és kész. Nincs rajta mit csodálkozni, nincs rajta mit vitatkozni. A gyenge kölcsönhatás állandója ennyi, és nincs értelme megkérdezni, mi lenne, ha nem annyi lenne. Az egész gondolkodásunk abból fakad, hogy mivel számítógépen rekonstruáltuk a folyamatokat, ezért a számítógépbe betehetek más paramétert is, és a gép akkor kiszámol egy másikféle világot. De a mi világunk az objektíve adott, ennyi a paraméter és kész kus. Bocsánat. Na most akkor nincs mit vitatkozni. Ezt a készkust idéztem egy neves kollégámtól, aki egy ilyen szemirelem azt mondta, hogy az egész marhaság, menjünk haza, mert kész. Ezt így elmondta. Aztán persze még 3 óráig vitatkoztunk. No, tehát nincs értelme arról beszélni, hogy milyen lenne a másik világ. Az ember azt érzi, hogy amikor ilyeneket mondtam, hogy ha 1/1000-kel megváltoztatnánk, vagy 1%-kal megváltoztatnánk, az ember azt mondja, hú, hát ez nagyon valószínűtlen, hogy pont beletrafáltunk abban a tartományban. Okay? Most erre rögtön lehet mondani egy matematikai választ. A matematikai választ azt úgy szoktak fogalmazni, hogy a paramétertér nem metrikus. Most ez mit is jelent? Az, hogy egy paramétert 1%-kal megváltoztatok, az attól függ, hogy hogyan írom fel a paramétert. Hogyha nem mondjuk az elektromos töltést nevezném paraméternek, hanem annak a logaritmusát, akkor annak a pici megváltoztatása az egészen más arányt jelentene. Az, hogy százalék vagy ezrelék, az a mekkora változtatás, az teljesen az én önkényem. Az a földi fizikának a leírás módján múlik. Az nem a világnak a tulajdonsága. Az tény, hogyha más lenne, akkor más lenne a világ, de hogy nagyon kicsit, vagy nagyon nagyot változtatunk rajta, az nem objektív dolog. Ezt a hibát még a Székely is elkövette, tehát a könyvében megkülönböztet olyan jelenségeket, amik élesen antropikusak, tehát hogy a paraméterek nagyon finoman vannak hangolva, kis változás az nagy különbséget jelent, vagy amik csak úgy szolidan vannak hangolva, tehát nem ilyen éles a körbe, hanem ilyesmi. Kis változtatás, kicsit, hogyha nagyon odébb megyünk, akkor nagyon. Azóta sikerült meggyőznöm arról, hogy ez nem objektív, tehát ez a megkülönböztetés, hogy élesen antropikus, vagy nem élesen antropikus egy ilyen jelenség, ez lényegében a leírás módon múlik. Az tény, hogy ha megváltoztatjuk, akkor minőségi változások is lesznek, hogy mennyire kell változtatni, az nem annyira objektív. Mindenesetre, amit az ember így mondott, hogy valószínűtlen ez a dolog, hogy pont oda beletrafáltunk, annak az egyik oka az, hogy ilyen kis intervallumok. Ha 1/1000-kel erre, 1%-kal arra, akkor már nem lenne olyan. De egyáltalán, hogyha valószínűségről van szó, akkor az ember azt mondja, hogy hát mit jelent a valószínűség? Lehet választani a lehetséges eseményből. Kockadobás, mi a valószínűség annak, hogy 6-ot dobunk? Hát mert 1-ből, 2-ből, 3-ből, 4-ből, 6-ből lehet változtatni. Hogy egy kockának mind a 6 oldalára 6-as lenne írva, akkor nem kéne föltenni a kérdést, hogy mi a valószínűség annak, hogy 6-ot dobunk, mert mindig az jönne, és azt se kéne föltenni, mi a valószínűség, hogy 5-ot dobunk, mert ezt meg sose. Tehát, ha van miből választani, akkor van erről szó. A 70-es évek elején volt az, amikor a rádióban mindig bemondták, hogy a holnapi eső valószínűsége 30%. Aztán ezt már meséltem itt a sztorit. És akkor János Lajos akadémikus beírt a rádiónak, hogy ez marhasság, ugye nekünk ő tanította a valószínűség számítást. De mit jelent ez? Hogy ha 100-szor lenne holnap, akkor abból 30-szor esne az eső. De holnap az csak egyszer van. Nem lehet ellenőrizni, hogy csináljunk 100-szor holnapot, és akkor abból 30-szor esik. Vagy hogyha 10.000-szer csinálunk, akkor 300-szor plusz minusz 2-szer. Nyilván erre azt mondja egy meteorológus, hogy hát nem erről van szó, hanem arról, hogy olyan jellegű időjárási körülmények, mint ma vannak, ilyenek már sokszor előfordultak, és az ilyen körülmények között, ahol a lényeges paraméterek így vannak, a lényegtelenek meg egy kicsit ingadoznak, azok ilyen esetben akkor 30-szor esett. De mik a lényeges paraméterek? Hát ezt nem tudja senki előre. Lehet, hogy éppen az a lényegtelenek szabják meg, hogy esik vagy nem esik. Tehát ez további tudományos kutatást igényel. Tehát egy eseménynek nincs valószínűsége, az a lényeg esemény sorozatnak van, a többszörösen megismerjük, úgy szokták mondani, hogy tömegeseményeknek. A világegyetem az tipikusan nem tömegesemény. Tehát az ugye egyszer van. És
hát ha lehetne miből válogatni, akkor oké, akkor lehetne ilyesmiket mondani. És akkor azt mondja az ember, hogy hát bizonyára valamilyen értelemben létezik a lehetséges világok halmaza, és akkor ott értelmezi az ember ezt a valószínűséget, hogy a lehetséges világokat valahogy lerajzolom, és akkor abban megkeresem azon részhalmazt, amelyikben van élet, és ez valamilyen értelemben kicsi. És úgy lehetne elképzelni, hogy felveszek egy ilyen paraméterteret, hogy erre mérem a gravitációs állandót, arra az elektromos töltést, erre elmasztam azt, mindenféle paramétert, és akkor így minden lehetséges pontjához ennek a nagy térnek, ehhez tartozik egy világ. És akkor ebben a kis részben ebben van élet, összes többiben nem, és ez valahogy kicsi a nagyhoz képest. Ez az, amit ugye úgy szoktam mondani, hogy a paraméter az nem metrikus, mert ha kicsit másképp rajzolom, akkor ez egy böhöm nagy tartomány lesz, a többi meg kicsi. Szóval ez nem objektív, hogy melyik része. Mindenesetre az, hogy van egy lehetséges világok halmaza, az már egy erős állítás, mert most mi ez? Ez most létezik? Vagy ez hol van a fejemben? Beledöltünk megint a platonizmusba. Ugye Platon azt mondta, hogy a matematikai fogalmak azok vannak, és föl kell őket fedezni. Az olyan, a gömb, vagy mondjuk a Mandelbrot halmaz. Persze Platon nem ismerte a Mandelbrot halmaz, de Amerikát se ismerte. Az Amerika attól még létezett, tehát nem feltalálták, hanem oda mentek és megtalálták, de az már volt. Vajon volt a Mandelbrot halmaz, amíg Mandelbrot ki nem találta? Mandelbrot is platonista, azt mondja, hogy az volt, ő felfedező volt, úgy, mint Kolumbusz. És szerencsés volt, mert megtalálta. Ha nem, akkor valaki más megtalálta volna. Az annyira van, szóval ugye annyira érdekes tulajdonság, hogy az nagyon akar lenni. Hát ez már inkább szubjektív dolog, hogy ezt most hogy érti az ember. Nyilván ezt úgy lehetne eldönteni, hogyha találkoznánk az idegenekkel, és megkérdeznék, hogy nekik milyen a matematikájuk. Hogy vajon mennyire egyeznek a fogalmaink. És akkor még mindig lehetne vitatkozni, hogy hát mi ugyanabban a fizikai világban élünk, ezért abból absztrahált matematikai fogalmaink hasonlók, akkor valami nagyon másik világban élő idegenekkel kéne megegyezni, és akkor a matematikusok szidják egymást. Egyik azt mondja, hogy de igen, az akkor is létezik. Most nincsenek itt a múltkor emlegetett kollégáim, akik pont ilyesmikkel foglalkoznak, hogy még az axioma rendszerek se határozzák meg egyértelműen azt a matematikai univerzumot, amelyben gondolkozunk, az is nagyon sokféleképpen, vagy a végtelen sokféleképpen választható, csak még ezen a végtelen is lehet vitatkozni, hogy mennyire végtelen. Mert pont a végtelennek a fogalma mindig az a problematikus, hogy kell ezeket értelmezni. Szóval rengeteg ilyen típusú probléma van. Mi az, hogy lehetséges világok halmaza? És akkor ennek az egyik interpretáció az, hogy a valamilyen értelemben logikailag konzisztens világ. Ami elképzelhető, éppen nem valósult meg, de hát éppen lehetne, de hát nem olyan. Amelyben vannak fizikai törvények, összeállnak, stb. Hát ezen ontológiailag megint lehet vitatkozni, mit jelent. Egy másik verzió pedig az, hogy ezek ténylegesen léteznek. Ugye ez az, amit úgy szoktak fogalmazni, hogy multiverzum. Ugye a mi univerzumunk az csak egy verzum a sok verzum közül. Hát ugye biverzum, triverzum az túl trivi lenne, hát legyen multi, tehát nagyon sok világ legyen. És hát mik ezek? Hát ezekben a világokban mondjuk például a paramétereknek az összes kombinációja megvalósul. Egyikben ennyi, másikban annyi. Nyilván az ember vagy olyan folytonosan képzeli, mint amit az előbb mutattam, hogy a paraméterek valahogy fel vannak írva egy tengelyen, erre fel egy olyan világ van, ami a gravitációs állandót növelem, arra csökkentem, erre az elektromos töltést növelem, és akkor így megnézhetem. Ezekből egy pont a mi világunk. Most amennyiben ez ténylegesen létezik, ez a világ sokaság, akkor az erős elv, hogy a világnak olyannak kell lennie, az visszavezethető a gyenge elvre, mely szerint csak az figyelhető meg, amelyikben van megfigyelő. Persze elkezdve, hogy én azt mondtam volna, hogy milyen marha szerencsém van, hogy a világnak, a mi univerzumunk egy ilyen tartományában létezem, ahol van levegő, ismerősök, matematika, sör, stb. Szóval kellemes hőmérséklet, mert hát milyen pekem, ha véletlenszerűen tettek volna le az univerzumba, akkor legnagyobb valószínűség egy pillanatban megfulladok, meg én vagyok az űrbe. Még mindig nagy valószínűség lenne, egy forró plazmagömb belsejébe tesznek, és azonnal szétpárolgok, mert pont vagy levegő, kellemes gravitáció, langyos hőmérséklet, stb. Ez mind van, hát milyen marha szerencse. Nem lesz, hogy nem így van, nem marha szerencse, mert én ott nem jöhettem volna létre. Ennek történeti oka van, ilyen életformák ott jöhetnek létre, ahol a körülmények összeálltak. És akkor nyilván egy ilyen kevésbé, tehát a véletlen szempontjából kevésbé valószínű helyen vagyok, de az evolúció szempontjából ez a valószínű hely. Most, hogyha van ez a sokféle világegyetem, akkor egyikben van élet, másikban nincs. Nyilván én abban vagyok, vagy azok valamelyikében vagyok, amelyben lehet élet, és akkor utána már ezzel nem kell csodálkozni. Csak az a kérdés, hogy léteznek-e, és hogy hol léteznek ezek a lehetséges világok. Az egyik ötlet, amit felvetettek, hogy
egymás után léteznek. Tehát világ tágul, összeroppan, újrakezdi, hogy kell mondani, ez olyan, mint a második házasság, az a remény diadala a tapasztalat fölött, vagy ami ilyesmi. Tehát kezdjük újra, más paraméterekkel, hát ha most jobban sikerül. És akkor lehet módosítani, hogy más-más a paraméterek, újra processzáljuk a világot, egy kicsit más elektromos töltéssel kezdődik. Nyilván akkor valahogy úgy kell elképzelni, hogy azért vannak olyan törvények, amik az egészben azért állandóak, csak a paramétereken tekergetnek. Erre vannak matematikai, amik meg lehet csinálni. Viszont ugye azt tudjuk, hogy az ilyen összeroppanó és újrakezdő világegyetem, ez nem a mi kozmológiai modellünknek a lehetséges megoldása, ez tisztán filozófiai marhaság. Tehát ugye erről már volt szó, hogy Brunot azért égették meg, mert bevezette a végtelent, Einsteint meg azért akarják megégetni, mert bevezeti a véges világot, mert közben az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy térben és időben végtelen, és nem tudjuk elképzelni, hogy volt egy kezdőpont, meg egy végpont, és hogy mi van azelőtt, mi van azután. Hát ez pont olyan modell lenne, mint hogy jön amit mondhatnám már, hogy az északi sarktól északabbra, hát oda van ragaszva még egy gömb. Még van egy nagyobb baj ennek a modellnek, hogyha mások a fizikai törvények, akkor például más a gravitációs állandó, és akkor elképzelhető, hogy valamelyik ilyen lépés után ez az univerzum egy ilyen végtelenségig táguló univerzumban megy át, és akkor már nincs további reprocesszálás, az már a végső házasság. Oké, akkor nincs mese, és nyilván 50% valószínűséggel fordul elő az, hogy tágul, miért pont nyilván, ezt nem mondtam, hogy nyilván, de tágul, befejezi, és akkor kész, akkor nincs ilyen további reprocesszálás. Még egy baja van ennek a modellnek, és egy csomó más hasonló jellegűnek, hogy hány végtelen világ fér el egymás után, megszámolhatóan sok. Első, második, harmadik, vagy nulladik, mínusz egyedik, plusz egyedik, és így tovább. Végtelen sok világ egymás után. De végtelennél, megszámolhatóan végtelennél több paramétert, mondjuk folytonosan, vagy még annál is több végtelenség, végtelen paramétert nem bír kipróbálni ez a modell. Tehát nem tudja a paramétertartomány teljes lefedését így valahogy megcsinálni. Ugyanez a baj a minden olyan világnak, ahol térben egymás mellett vannak a különbözők. Az egyik, amit, ugye ezt múltkor a dimenziókkal kapcsolatban volt róla szó, hogy Wells is úgy képzelte, hogy vannak ilyen, mint a könyvlapok egymás mellett, a sok dimenziós térben, az egyik világ, másik világ, és ott egy kicsit kellemesebbek a dolgok a másikban. Asimovnak az Istenek is című regényében, ott akkor az atomokat összetartó erők a párhuzamos világban egy kicsit mások, és a nálunk stabil anyag a másik világban instabil, és viszont. Az, hogy kell egyikből a másikba közlekedni, az további bonyodalmakat ír le. Mindenesetre egy ilyen térben párhuzamosan meglevő világmodellben is csak megszámolhatóan végtelen sok modell fér el. Ezt az ember nagyon sokáig nagy maraságnak tartotta, mondtam már a Brainekkel kapcsolatban előző előadások valamelyikén, hogy ez most hirtelen érdekessé vált, lehetséges, hogy ilyen a világ, hogy a sok dimenzióban ilyen a könyvlapok valahogy elrendeződnek, ami három vagy négy dimenziós tereink valahogy egymás mellett, csak nem látunk át egyikből a másikba, tehát bizonyos tulajdonságok, bizonyos mezők átnyúlhatnak egyikből a másikba, és esetleg ez okoz furcsa fizikai jelenségeket, ez elképzelhető. Az, hogy egy ilyenben még létezhet egy olyan lehetséges megoldás, amiben van élet, az még külön izgalmas. Az inflációval kapcsolatban merült fel az a modell, ezt én különösen szeretem, hogy a táguló világban vannak ilyen kis kipukkanó buborékok. Ugye a világnak az alapanyaga abban a bizonyos gerjesztett vákumállapotban van, a dupla fenekű görbének a pupjában, tehát az a hagyományos szimmetrikus X-vákum, bizonyos helyeken beleesik az alapállapotba, és akkor az elkezd benne tágulni gyorsan. De hogyha maga a háttérvilág az gyorsabban tágul, mint az egyes buborékok, akkor a buborékok sose érnek össze. És egy-egy ilyen buborék lejátszhatja azt, amit mi ősrobbanásnak hívunk, tehát azon belül van egy ilyen táguló világ. Némelyik buborék tágul, aztán összeomlik, másik a végtelenség tágul, de egymáshoz nem érnek össze, és nincs is közük egymáshoz. És az egész ez globálisan meg steady state, tehát örökké van, és örökké pukkognak benne ezek a kis világegyetemecskék. Nyugodtan elképzelhető, mivel vannak tényleg olyan modellek, hogy ezek a részecske fizikai paraméterek, amikről beszéltem, ezek valamilyen értelemben véletlen beállásúak.
olyasmi paraméter, mint hogy eldől a ceruza, de merre, egyik világban erre dőlt, másikban arra, és az a szög, hogy ahhoz, annak a szögnek, vagy annak a vektornak az egyik komponense adja meg mondjuk az elektromos töltést, egyikben ennyi lett, másikban annyi. Valami ilyen értelemben ezek különbözhetnek egymástól, és akkor ezek a világok, ezek így párhuzamosan kipróbálják a sok lehetséges paramétert, és akkor viszont valamelyikben éppen, ami elég sokáig létezik, és éppen kellemesekben a paraméterek, azonban lehet élet, és akkor nyilván mi azt a világot, azt a típusú paraméteret látjuk magunk körül. Akkor van egy még vadabb dolog, a Hilbert térben férnek el egymás mellett ezek a párhuzamos világok. Mi ez a Hilbert tér? Hát ez a kvantummechanikának a leírásához szükséges végtelen dimenziós matematikai tér, tehát egy absztrakt izé. A kvantummechanikában ezeket a Schrödinger-macskás problémákat, ezt a standard kvantummechanika az úgy próbálja megoldani, hogy az előbb próbáltam pointerőzni, hogy amikor a megfigyelő meglátja, akkor a macska beugrik a döglött, vagy az élő állapotba, és így tovább. Ez eddig rengetegen próbálták megcáfolni, és mindenféle olyan kísérletet ki ezt elni, például Einstein próbálkozott egy csomóval, megmondani, hogy ez abszurdumokra vezet, nem lehetett elvégezni a kísérleteket. Most körülbelül 10-15 éve tudunk ilyen jellegű kísérleteket végezni, nyilván még nem macskával, hanem atomokkal. Most kísérleteznek azon, hogy állítólag még az idén létrehoznak egy makroszkópikus Schrödinger macskát, tehát nem macskát, de egy olyan kristályt, ami egyszerre van két állapotban, még azon is vitatkoznak, hogy lehet azt látni, szóval mit érzünk azon, hogy egyszerre kétféle állapotban van, majd ez kiderül nem sokára. Mindesetre ezen nagy viták folynak. Minden kísérlet a standard kvantummechanikát igazolta, de nem értjük attól még. 57-ben egy Everett nevű fizikus okoskodott ki egy olyan megoldást, ami logikailag konzisztens és összhangban van ezzel, csak szinte nem lehet érteni, de egyeseket megnyugtat. Ez azt jelenti, hogy minden ilyen mérésnél a világegyetem ketté válik. Sci-fi-ben ez gyakran van, hogy ahol időutazás van, akkor a világ egyik ágra átmegy a másik ágra, és azok párhuzamosan léteznek. Tehát az egyik világban a macska megdöglött, a másikban meg él, és így megyünk tovább, aztán minden egy újabb mérésnél ketté-ketté változik. Mi van, amikor nem ember mér? Hát a részecskék egymással való kölcsönhatás az is szintén egy mérés. Tehát minden pillanatban folyamatosan szétválik a világ ilyen párhuzamos példányokra, olyan, mint egy ilyen őrült végtelen pályaudvar, hogy a sínek azok minden pontban újból ketté ágaznak, és hát már a végtelen totalitás az összes lehetséges sínnek. Én, mint vonat, az én tudatom az valamelyik ilyen elágazó sín rendszeren halad, és akkor azt tapasztalom, hogy szerintem ez az elektromos jobbra ment, az a macska megdöglött, a nap fölrobbant, vagy nem robbant, és akkor ez egy sztori. De egy másik lehetséges sztori, ami egy másik tudat is haladhat, az egy másik, és ez az egész együtt létezik. Ennek van egy matematikai megfogalmazása, tehát pontosan a matematikai megfogalmazás korábban volt, Feynman csinálta a 40-es évek végén, és érdekes módon Asimov, aki tudós, volt egy biokémikus, de követte a fizikában új fejleményeket, már az 50-es évek elején beleírta az egyik sci-fi-jébe, aki olvasta a halhatatlanság halálát, azt talán tudja, hogy amikor jöttek a jövőbeli szuperlények, akkor ott elmondták, hogy kiszámoltuk a valóságok integrálját, és ezzel rájöttünk, hogy a mi létezésünk mennyire valószínűtlen, és az azért van, mert valahol mögöttünk a múltban ott tevékenykedik ez az időutazó banda, akiket meg kell semmisíteni. Hát ez a valóságok integrálja, ez a Feynman-féle pályaintegrál a kvantumelméletből, és annak az egyik egységes interpretációja az Everett-féle kvantummechanika, mely szerint mindegyik ilyen világ valóságosan létezik, valahogy kvantummechanikailag párhuzamosan. És erre megvan a megfelelő matematikai apparátus. Ezt a modellt minden további nélkül ki lehet úgy terjeszteni, hogy a sokféle párhuzamos világ most már egy még nagyobb halmaz tartalmaz, nem ugyanannak az elektronnak a különböző lehetséges állapotról van szó, hanem egy olyan másik világ is belefér, amelyben más az elektron töltése, meg ezek a paraméterek, ezek mind mások. Tehát valamilyen ilyen értelemben a kvantumelméletben elférnek ezek a lehetséges világok, és nem bántják egymást, és ráadásul ott már nem csak megszámolható, hanem még annál több végtelen világ is elférhet. Nyilván nem tudunk az ügyben dönteni, de mindjárt még egy kicsit vissza fogunk térni a dologra. Többen abban reménykednek, hogy majd jön egy szuperelmélet, ami ezt kimagyarázza. Tehát az, hogy miért ennyi az elektron töltése, és miért annyi a világegyetem tágulási állandója, és miért annyi a gravitációs állandó, ez majd egyszer a Theory of Everything, a mindenség elméletéből majd kijön. Fizika halad, letisztázódik, és akkor már csak egy lehetséges elmélet lesz. Úgy is lehet mondani, hogy korábban
Minden jelenséghez saját paraméterek voltak. Az ember föllapozza a középiskolai függvénytáblázatot, és mi van benne. Az ilyen üvegnek a törésmutatója, annyi a kvarckristály törésmutatója, annyi olvadáspontja, ennyi, amennyi. Az egész 19. század azzal telt el, a német tudományossággal hatalmas, ilyen sok kötetes gyűjteményekből összegyűjtötték minden anyagnak a minden megmérhető paraméterét. Hogy a bizmut kristály egy kis, mit tudom én, sóval és lótrágyával együtt annak mennyi a mágneses permeabilitása. Különböző koncentráció. Ez mind benne van a Landolt-Bernstein és a többi táblázatokban. Na most a 20. században úgy változott a dolog, hogy elvileg, ha minden jól megy az atomos anyagoknál, ezeket le tudjuk vezetni néhány alapvető konstansból a kvantummechanikából. Ha valakit nagyon érdekel az ilyen speciális módon kezelt üvegnek a tulajdonságai, akkor bevethet egy hatalmas munkacsoportot, szerez rá sok pénzt, és több éves kutatás alapján ki tudja számolni ezeket a paramétereket. Amikor valaki tényleg érdekel, ez meg is történik. Például a szilícium és a szilícium-dioxid, ami nagyon fontossá vált a félvezetőiparban, azon hatalmas munkacsoportok dolgoznak, és elméletileg kiszámítják a mért paramétereket, és annak alapján méretezik a csipeknek a tulajdonságai. Tehát tényleg ez működik, hogy a kvantumelmélet alapján ezeket a paramétereket ki lehet számolni. Azért most is van néhány alapvető állandónk. Hát ott vannak azok a Planck-állandó, stb. Ezek a töltések. Egy egyesített elméletben nyilván kevesebb lesz. Tehát egy egyesített elmélet kapcsolatot teremt különböző paraméterek között. Erre a legjobb példa a Maxwell elmélet volt, külön meg volt az elektromosság, külön meg volt a mágnesség elmélete, mindegyben voltak bizonyos konstansok. Megszer összerakta, megcsinálta az elektromágneséket, és kiderült, hogy ezekből a konstansokból kijön a terjedő hullámoknak a sebessége, vannak terjedő hullámok, így az megegyezett a mért fénysebessége. Akkor nyilván még bele kellett venni az optikát, és akkor három tudomány egyesült, a harmadik az úgy potyant bele, mint Pilátus a krédóban, nem szánták, hanem az már kijött, és akkor a fénysebesség az így levezetett állandó lett. Tehát az nem egy önálló, hanem az előzőekből kijött, vagy fordítva, akkor a másik kettőből valamelyik állandó, az akkor már nem egy önálló fizikai állandó. Ahogy mostanában egyesítik ezeket az alapvető kölcsönhatásokra vonatkozó elméleteket, például 73-ban sikerült egyesíteni a gyenge és az elektromágneses kölcsönhatás elméletét, akkor bizonyos alapvetőbb konstansokból le lehet vezetni, hogy mennyi az elektron töltése és mennyi a gyenge kölcsönhatás állandója. Nyilván a mélyebb elméletben vannak konstansok. Hogyha most összerakjuk a pillanatnyi állását a részecske fizikai standard modellben, abban 18 önkényes állandó van. Miért pont annyi? Hát azt nézem, meg kell mérni, hogy mik ezek. Azt várják, hogyha sikerül továbbfejleszteni az elméletet, akkor ezek között újabb kapcsolatokat teremtünk, például kijön, hogy az egyik az gyök háromszoros a másiknak, és hogy miért pont annyi, azt megmagyarázza az elmélet, akkor kevesebb állandó. Mi a cél? Hát egyre kevesebb állandó. Milyen végkifejlete lehet ennek? Hát egy megakadunk valahol 20 vagy 10 állandónál, és akkor pech. Másik. Eljutunk egy állandóig, akkor az Úristennek lényegében egy választási lehetőség volt. Einstein kérdezte, hogy őt igazából az érdekli, hogy volt-e az Úrnak választási lehetősége a világ teremtésénél. Ez van egy ilyen egyenes, és akkor azon kiválaszt egy paramétert, és azokon megvan egy világ, mert egy paraméterben mindent meg lehet mondani. További lehetőség, és többen ezt szeretnék, hogy nulla lehetőség van. Egyetlen egy konzisztens módon lehet összerakni a világot, nincs benne szabad paraméter, hogyha elég jól megértjük, akkor kijön az egyetlen lehetséges világ. Tehát akkor nincs az, hogy a lehetséges világok legjobbika, mert egy világ lehetséges. Akkor nincs ez a világhalmaz. Ez a Theory of Everything programnak a egyik célja. Ha pechünk van, akkor nulla lehetséges világ jön ki, mert ellentmondanak egymásnak a feltételek, akkor valahol túllőttünk a célon. Na most, ha egy lehetséges világ van, akkor nincs ez a játék. Egyáltalán, hogyha viszonylag kevés lehetséges világ van, akkor már mindenféle bonyodalmak lépnek fel. És itt megint beleütközünk a végtelen és a minden problémájába, amit meg is sokat macakoltak a filozófusok. Azt mondjuk, hogy végtelen sok különböző világ, de vajon ott van köztük minden elképzelhető? Vagy ha úgy mondom, hogy végigpróbálom ezeket a paramétereket, akkor biztos, hogy van az így elképzelt világok között legalább egy olyan, amiben van élet? Nyilván tudjuk, hogy van, mert hogy itt vagyunk benne. De logikailag ez nem szükségszerű. Tehát el lehetne képzelni olyan modellt, amiben összerakjuk az összes lehetséges módon a paramétereket, és egyikben ezért nincs élet, másikban meg azért nincs élet. És tényleg ez is elképzelhető lenne. Erre mondja a Székelyászlónak a könyve végén, hogy annak ellenére, hogy vannak ezek a mindenféle lehetséges egyesítő elméletek, amik bizonyos dolgokat kimagyaráznak, továbbra is fennmarad az a kérdés, hogy egyáltalán miért lehetséges benne élet. Volt már ilyen példa, hogy született egy szuperebb elmélet, például az, hogy a világéten miért annyira sík, azt az inflációs modell sikeresen megmagyarázta. Most az inflációt már beépítettük
a kozmológiában, tehát az, hogy miért vagyunk olyan közel ahhoz a piros görbéhez, a univerzum tágulásánál, ami megfelel a sík geometriának, azért, mert volt korábban egy ilyen exponenciális gyorsuló tágulás. Jó, ezt megértettük. De kiderült, hogy az inflációs modellben is vannak további finom hangolási paraméterek, ez ugye nehézség megmaradásának tétele. Itt kimagyaráztuk, odébb gördült máshova. Mert itt most olyan értelemben mondhatjuk, hogy még tovább lehet válogatni, és még mindig egyáltalán nem triviális, hogy lehetséges egyáltalán élet. Székely azt addig vezeti vissza, amíg végül eljut a nagy filozófiai őskérés, hogy miért van egyáltalán valami, és miért nem a semmi van. Tehát oda lehet konkludálni, hiszen egyáltalán nem magától értető, hogy létezhet olyan világ, amelyben létezhet élet, és az, hogy van, az akkor egy mindenféle ilyen természettudományon túli, vagy annak a hatáskörében nem eső probléma, olyan értelemben, hogy egyáltalán valahogy a világban mégiscsak van egy olyan tendencia, ami azt mutatja, hogy ebben egyáltalán lehetséges élet. Nyilván ez a kérdés nincs még lezárva, és ezen még sokat fognak vitatkozni. Többen közölték most megint az utóbbi években, és mondva csinált, marhaság, felesleges, ilyesmikkel foglalkozni. Például ne tartsunk róla a speciket, hogy ez időnként teljesen köznapi dologra is lefordítódik. Az minden esetre biztos, hogy ha még sikerül valamilyen érdemben megmagyarázni, vagy túlhaladni ezt a problémakört, hogy, és akkor utólag majd úgy röhögnek rajtunk, mint például Kepleren mindenki röhög, amikor megmagyarázta a bolygóknak a pályasugarát, a tetraéder, meg az oktaéder, meg amit tudom én, milyen testeknek az összerakásával, hát mi közük azoknak hozzá, ezeknek mi közük egymáshoz. Lehet, hogy valamilyen értelemben ez meghaladottá válik. Az minden esetre tény, hogy a 20. század egyik legérdekesebb és legfurcsább tudományos eredménye az, hogy a mi létünk az hirtelen és közvetlenül összekapcsolódott a világegyetemet leíró paraméterekkel. Ezt még nem értjük, mindesetre lehet neki csodálkozni, és lehet rajta örülni. Köszönöm szépen a figyelmet! A részletes leírás benne van ebbe a cikkbe, a természet világában megjelent, és a Tepinir ott van, tehát föl fogja rakni, vagy a föl is rakta. A weblapra onnan le lehet tölteni, 9 oldal, és remélhetőleg olvasható, mert 600 dpi. Köszönöm szépen! Január 9-én akkor találkozunk még egy ilyen előadásán. Ez csak még a szeretnünk kezdeni. Van-e még lelkérejük a további kapcsolódó jellegű előadásokat? Attila, kérde ezt, hogy folytassuk el. Hogyne! Na, énekem a következő fél évben sok dolgom van meg publikálni való, tehát a tavaszi fél évet kihagynám, és hogyha van energiájuk, akkor az ősszel elkezdenénk egy két fél éves, tehát ilyen 20-valahány előadásost, az univerzum történetet. Most ha sok részletről beszéltem, akkor tegyük végig a kezdetektől a napjaink. Kezdetektől, nem a napjaink. Az értelemig és tovább. Hát minimum 10%-on évig, de lehet, hogy egy kicsit tovább. Nyilván az első töredék másodpercekkel sokat fogunk foglalkozni. Jó, tehát akkor ez valamikor az ősszel indulna októberben. Oké, köszönöm szépen.